Jó reggelt kívánok! 2021. június 5-e van. A helyszín a Balkán-félsziget legdélebbi pontja. Tanárófok, Peloponészosz, Görögország. És akkor nézzünk egy táborhelyet. Ez egy parkoló, ahol ennyien vannak. Ott vagyunk mi. Arra tovább vagyunk itt már. Ez a nagy bűnös rendi. Térképen pedig így néz ki. Peloponészosz második félszigetének a legesleg csúcsa íme, és a kis nyúlványocska, ami a konkrét képtanáróra visz, az pedig így ez. Arra felé hosszabb még folytatódik, akik látták a tegnapi filmet, azok tudják, hogy egy olyan 40 perc erőltetett menettel el lehet érni magát a világítótornyot, illetve itt fentebb van még a halál barlangja, kapu a túlvilágra. Na, azt nem látogattuk meg, éppen hogy csak visszaértünk sötétedés előtt. Akkor egy forduló a másik irányba. Arrafelé már azért látszik némi civilizáció, konkrétan itt van egy étterem. Itt azért volt dajdaj tegnap este olyan körülbelül 11-ig. Ott még van egy-két ház, ott fent az szerintem lakatlan, illetve még ott is volt valami mozgás. Idefelé volt egy kutyakalandom, azóta szerencse, hogy mikor vágtáztam itt lefelé, itt elég erős lejtő van, egy olyan jó 11-2%, akkor rám rontott egy ilyen, milyen típusú volt az? De ilyen nagyobb testű. Az egészen komolyan, szóval az vadász pozícióba jött. Én kieresztettem, megúsztam, viszont az utolsó pillanatban vissza is parancsolták, tehát ez nem kóborkutya volt. Még egy dolog, hogy olyan hajnala előtt hajnalban elkezdtek itt lovak nyeríteni, de valami elképesztő, hogy milyen intenzíven, én nem tudom, vadlovak voltak azok, vagy micsoda lehetett. Utána pedig most egészen reggel meg itt topogtak körbe a sátor körül, már komolyan attól féltem, hogy esetleg a fejünkre taposnak. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy szőrén szálán felszívódtak. Na mindegy, még molyolunk egy kicsit. Aztán majd meglátjuk, hát ha esetleg visszajönnek. Még annyit, hogy itt ebben a lakókocsiban osztrákok vannak. Tegnap összehaverkodtuk velük, ők vigyáztak a bringákra. Illetve nekünk is jó, hogy vannak itt még ketten, mert azért akkor a vadkemping az már, még akkor is vadkemping, de akkor már olyan, akkor csak olyan fél vadkemping. Próbálom vizsgatni, hogy mi egyéb van még itt. Ezt
csináltuk meg tegnap, és akkor egyszer arra, másszor pedig ezek szerint akkor még arra is. Azt szúrtam ki ott, hogy annak a tetején is mintha lenne valami. Most vagy ilyen monitorony, mert hogy az mindenhol van, vagy pedig az csak valami ilyen magassági jelzőpont, a fene tudja. Terepen menni, hosszú távon katasztrófa. Jó cipő az nem árt, nekem ilyen lightos bakancsom van, ilyen vegyes használatú, tekerni is teljesen jó, meg akár hogyha gyalogtulás program van, akkor szintén. Tegnap azért próbálkoztak, hát ha nem is strandpapucsban, mi volt az? Ilyen, az Isten tudja, a kis csaj. Még itt ilyen mamusszerűség, és még bojt is volt rajta. Azzal végig jött itt. Hát, rájuk sötétetett, az biztos. Lehet, hogy sokan meg fognak sértődni, de én azt a hajót újra megnézem. Most egy kicsit úgy tüzetesebben is. Ilyen nagyobb kaliberű tengerjárót, hiába vagyunk itt már a hatodik napja, még nem láttunk. Kalamatában volt egy tanker, de az csak ott veszteget, ez meg azért határozottan megy. Tehát ez szerintem cruiser, nagyon messze van. Tehát csak amennyire tudom, tartom rajta a kamerát, az a max zoomon. Tehát ez nem csak egy sima normál mezékomb, ez szinte 100%. Úgyhogy a tenárófokot minden hajónak meg kell kerülni, aki az égei tengertől megy fölfelé az Adriára. Egyszerűen nincs lehetőség más. Azért ugyanúgy konvolyokba mennek, mint például a Suezi csatornán, vagy a Panama csatornán, és akkor ugye itt vagyunk, vizslattam a szigetet keletre, és ide most nem látszik, de külnagyjából ott van egy sziget, én Kitirára tippelek. Látjuk egyébként a szomszéd félszigetet is úgy részben, az a Maleas, majd az még sorra kerül, mert hogy oda is megyünk. A helyről majd mindjárt pár szót, viszont mutatom, hogy van turisztikai infrastruktúra is, például egy reggeliző asztal, ami érdekes módon kútnak tűnik. Tényleg az. Víz nem valószínű, hogy van benne, de hát nyilván lehetett, különben nem csinálták volna ezt ide. A környék az olyan porszáraz, hogy azt elmondani nem lehet. És június 1-2-3-a van, érdemes körbenézni. Minden ki van száradva már. Élet gyakorlatilag semmi nincs. Zöldet az csak úgy, éppen hogy csak lehet keresni. A görög magnézium, tegnap Aeropoliba vettük. Hát kell is. Ami most következik, arról inkább még ne is beszéljünk. Azt tudtad, hogy statisztikailag melyik állat a leghülyébb? A macska. Mert hogy nem ismeri fel magát a tükörbe, az egyetlen. Hát én nem tudom. Én sem nagyon ismerem fel magam. Lehet, hogy még attól is hülyébb vagyok. De csak statisztikailag. Egy túromagazinban olvastam, hogy állítólag a pillepalack az elriassza a vadállatokat. Hallottál erről? Hát van flakonunk rendesen. Holnap lehet, hogy körbe rakjuk, és akkor jöhetnek a lovak. Nem tudom, hogy a Korpiónál vajon működik-e? Mert hogy már megvolt az első meetingünk a Korpióval tegnap. Szóval van. Izzítsunk. Töltések nagyon faszával mennek. Inkább a két napelemnek köszönhetően. Ezerrel tűz. Most már hatodik napja. Lesz egy kis probléma a WC-zéssel, ugyanis nincs hova menni. Illetve van hova menni, de sehol takarás. És onnan a kilátópontról pedig mindent látni. Olyan opció, hogy bekéretkedünk az osztálkokhoz, mi? Igen. Nagyot néznének a teherhajót. Ez most egész közel jön, ez itt jön a partoknál. Azt mondod? Elég nagynak tűnik. Most eszembe jutott, hogy Eddie cimborai mesélték, hogy Bulgáriában, hogy a Balkánon pottyantós vécék vannak, ezt ugye tudjuk. Volt olyan bérház, hogy ilyen közös, a folyosó végén voltak a pottyantós vécék. De úgy volt, hogy a különböző szintek fölött a pottyantós lyukok egymás tetejére voltak helyezve. Vagy egymás fölé voltak helyezve. Tehát magyarul, a delikvens mondjuk a negyedik emeleten oda ment, felguggolt, és hogyha alatta valaki mit tudom, másodikon, harmadikon szintén beállt pozícióba, akkor az kaphatta a nyakába a cuccot. Mert úgy repült lefelé.
ugye akkor az megvan, mi? Hogy mikor ment szaladni, akkor le kellett kiabálni, hogy nehogy legyen valaki a hogy mondjam, az esőcsatornában. És létezett ilyen. Most rajta egy jó nagyot, de azért, aki kapott a nyakába, az nem biztos, hogy így állt a dologhoz. Nem lehetne kihagyni ezt az emelkedőt most reggel? Hát, beszéld meg vele, én benne vagyok. Akkor ez úgy néz ki, hogy megvolt. Megy a napelemre. Azt mondja, átdobja ebbe a szélbe. Jó lesz. Egyébként a talaj meglepően jó volt, ahhoz képest, hogy egy körbenézünk, itt mindenhol rücskök vannak. Megtalálni azt az egyetlen olyan részt, ahol éppen befért. Teljesen rendben volt ez is. Sétálok már. Itt van ugyanis egy öböl közvetlen előttünk. Holnap a nagy lótás futásban nem volt idő megszemlézni a csobbanásos infrastruktúrát. Hát csak így ide. Csaj. Kiszúrta a partot. Nem rossz. Kavizsos, és a tenger pedig rendben van. Olyan sekélynek tűnik, olyan lagunaszerűnek, de szerintem nem, ez csak átverés. Ott a hajó. Van még egy kis műszaki buherálás, mert hogy ez a lekatapultált. Jó, nézzük. Hát figyelj, szerintem köb úgy, hogy így jó lesz. Egy ilyen, így egy ennyit. Még mehet, hogy menjen át rajta. Így jó, jó, el van, tartja. Hogy világos legyen, az arra kell, hogyha a tappancsról lekatapultál a gumipók, akkor ez ne repüljön el azonnal. És különben volt már rá példa, Montenegróba, a küllők között landolt. Töltöm be az útvonalat. Erről van szó. Ez egész, mintha, mit tudom én, egy ilyen két éves hülye gyerek rajzolta volna. De, mint ahogy eddig jó szokás szerint, ez se lesz egyszerű. 125 kilométer. Azért bátor volt, aki ezt tervezte. De itt is lesz variáció. Kezdjük a mai napot. Rögtön megint egy gyötrelmesen gyenge idézettel. A bölcsesség kerget, de én gyorsabb vagyok. Hát a mai napra ez nem lesz igaz, ugyanis mi még a bölcsességtől sem leszünk ma gyorsabbak. Sőt, olyan szinten be fogunk lassulni, hogy nyugodtan utolérhet a bölcsesség, de attól félünk, hogy majd a kutya is. És hogy kutya lesz, az itt már rögtön majd mindjárt kiderül, hogy mennyire vagyunk gyorsak. Na tehát, tegnap elértük a világ végét, most ott vagyunk, most akkor indulunk vissza a világ elejére. Tartson mindenki velünk! Itt a térképet, hogy már megmutatom, de van itt nekünk ettől jobb térképünk is. Az útvonalra, Tenáról. És itt látszik a tegnapi, hogy mi volt, innen indultunk, itt jöttünk végig. Itt különböző helyekre bejöttünk, itt Tigáni félszigeten is voltunk, erről, mert azt ugye itt vertek át, erről már majd később, majd pedig utána innen jött az igazán látványos rész, a Vatia, mindenki emlékszik, a halálfalu, ahol csak romtornyok voltak, és aztán Tenáról fog, most elindulunk, itt lesz majd egy rövid közös szakasz a tegnapival, majd pedig itt, látszik ez itt, na, ez lesz a túránk legszivatósabb része. Gyakorlatilag ki kell mászni a hegynek a teljesen a tetejét, majd itt a gerincen jövünk, itt megint lesz. Ez most hirtelen meg nem mondom, hogy mennyire erős, de valahol azt hiszem talán igen, itt jól látszik, itt le lehet menni a partra is. Tehát némi könnyítés talán várható, utána itt megyünk végig, itt a Sangias gerince. Tulajdonképpen eddig a nyugati oldalon jöttünk, most pedig megyünk a keleti oldalon, itt végig próbáljuk követni a partvonalat, majd pedig a cél ma Gítió, illetve még ez se igaz, mert Gítión túl kell menni, körülbelül valahova idáig. Na most ez így erősen 70 kilométerre hajaszt. Na most ahhoz képest, hogy tegnap mentünk 50-et, hát nehéz ügy lesz. Ma egy erős nap kell, hogy legyen, ma sportnap lesz, így készüljél. A pillantás hátra, minden rendben van, elbúcsúztunk az osztákoktól. Tegnap mondom nekik, hogy mi magyarok vagyunk, azt mondja, hallja a kiejtésemen, mármint hogy az angolon. Ezt így ezek szerint lehet hallani? Hogy nagyon szarul beszélek, ami simán lehet, vagy a másik pedig az, hogy tudod, azért az oszták az mégiscsak sógor, nem? Tehát úgy jobban ismeri a nyelvet. Átrobogtunk ezen a, hú, meg nem mondom hirtelen most, hogy milyen falu.
Nemek annyira kacifántosak itt lent a Maniban, hogy képtelenség megígyezni. Ugye a klánok nevei, erről beszéltem. Elneveztük csak így simán szopatós falunak, ez szerintem így állja is a helyét. Egyébként működik az étterem, úgy néz ki. Egy tervem az volt, hogyha ott nem lehet, akkor így bekéreckedek. Még van egy kis árnyék, de már nem sokáig. A fogadóbizottság. Ugye most toljuk, legalább leteszteljük azt, hogy mi van akkor, ha toljuk, hogy akkor mi van. Tűnik azért működik, ha csak toljuk. Már az agresszív az úgy, mondtam, bement. Kitoltuk a szopatós részt, és akkor még utolsó felvétel a déli pontról. Egyrészt ott az a halászhajó, az egyértelmű. És most látszik jól, hogy hol ment a gyalogtúra. Ösvény. Szerintem tegnap így nem volt világos, hogy oda a hág, ott van a hág, utána van még egy hágó, majd pedig ívesen megy lefelé, tehát ez egy ilyen kúphegy. Na végre nagy nehezen felültünk, csak közlöm, hogy a kilométer óra adatok, leginkább a távadatok sem teljesen korrektek. Valószínűleg több, nehéz megtippelni, hogy mennyivel, és egy bizonyos sebesség alá csökken a menet, akkor abban a másodpercben ez megáll. Azért teljesen érthetetlen, mert jeladóra van kötve, most direkt arra kötöttem, tehát a GPS-en csak egyéb más számol. Na jó, hát a Brightonnak vannak érdekes, izgalmas tulajdonságai, szerintem ezen tök felesleges rúgózni. Nézd már, jön egy autó. Ott van lent egy hangulatos kis tengerből, egy kötőjel. 1 óra 15 perc szerintem, mire valaki gyalog meg tudja közelíteni. Úgy tűnik, hogy ezen a durva kanyonon keresztül, hát a táj ilyen. De most kicsit elkapkodtam ugye a filmet a vége felé már, legalábbis azért, mert nagyon sürgetett az idő, és kicsit frusztráltak is voltunk, több okból is. Most egy kicsit lehet nézelődni. Jön mindjárt a hágó. Ott van fent az a, szerintem látszik, vár, torony, egyéb más. Hát oda, ha nem is pont egész oda, de azért oda a környékére fel kell mászni. Egyelőre kellemes a lejtés. Itt picit még megyünk is lefelé, 52 méteren vagyunk, ennyit toltunk ki most az előbb. Egy 50-est, nézem, hogy mész jön-e. Ha már szóba került, akkor gyorsan résztvevőkről, kik vannak jelen. Van rögtön mögöttem az említett Mészi, aki most már egyre jobban teljesít, kezd belejönni, úgyhogy előléptettem elsőből nullává. Úr, a másik résztvevője Kobrankó, B kategóriás loser, aki annyira gyenge színész, hogy a saját filmének a castingán is csak negyedszer tudott átmenni. Figyeld szembe ezeket a falakat? Hogy mi ez? Gondolom, hogy itt olajfák vannak, mi? De hát most megér ennyit? Hogy ennyit kellett hozzáépítkezni? Az egész egy oldalba van épülve. Az meg nem tudom, valami vízlevezető lenne? Ott jön le a víz egy oldalba, oda vezették le, és akár simán az is lehet. Mani Oliva, állítól világhírű. Hát tegnap kaptunk belőle egy minimális kóstolót ott az étterembe. Furcsa íze volt, de aztán kiderült, hogy feljavították citrommal. Hiszi azt mondja neki, ennyi volt, 9,5%. De ez még nem a fekete leves. Tornyok földje, továbbra is. Említettem, hogy 800 darab van. Úgyhogy szerintem a mai fő dekoráció, az továbbra is a torony lesz. Túl sokat rúgom, 15,3. Ebből feladás lesz. Sőt, nem hogy lesz, hanem már van is. A útvonal tervezés miatt van, majd meg erről lehet, hogy beszélek. Úgy értem, hogy nem ahogy én terveztem az útvonalat, annak idején, mikor a görögök építették az úthálózatot, hogy emiatt vannak ezek a szopatós részek. Nincs ilyen jó kedvem. De előbb ki volt írva, hogy lollipop, nem tudom, azt hiszem nyalókát jelent. Hogy milyen megfontolásban, nem tudom. Itt most nem nyalóka van, szopóka. Van egy gyanúm, hogy eltévedtem. Igen.
ez csak ide visz fel. Azt a tegnap is kiszúrtuk, hogy esetleg mi lenne akkor, ha, de ott kerítés van. Akkor vissza mondjuk nagyot nem buktam, mert a lendület felhozott. Ott van az a templom. Szerintem ez ilyen, mint ahogy nálunk is a négyfalú templom, hogy felrakták ide középre, aztán mindenki feljár ide, amikor imádság van. De minden öbölben, minden lyukban van valami, de csak ilyen nagyon kis mini falvak. Ezek a kőtornyok, és hát ugye a klánok, beszéltem. Mindegyik külön klán volt, család volt, akik az idejük nagy részét azzal töltötték, hogy egymást öldösték. Érdekes különben, hogy ez a agresszív életmód, ez még most is részben megvan. Hát például azt hiszem talán az utolsó ilyen nagyon drasztikus, hiszen 1948-ban volt, mikor két gyerek a homokozóban játszott, és összevesztek talán valami homokozó lapáton, vagy a fene tudja, és utána odáig feljött a dolog, hogy gyakorlatilag fél hónapon belül két falu már meghalt. Most itt elképesztően kell koncentrálni, 10 fölötti lejtő van, és félkézzel húzom, de azért filmezni is muszáj, mert rendkívül jó a táj, nagyon tetszik. Itt van lent a Marmari Beach, ezen még majd gondolkozunk, hogy esetleg nem menjünk le, nekem nem ártana például reggeliznem sem. Igen. Szóval visszatérve, a két falu kiirtotta egymást, és a görög katonaságnak kellett beavatkoznia, állítólag 1000. Így basznek! Hát ezen én átmentem. Átmentem a kígyón. Nem tudom, látszott-e. Nem tudtam kikerülni, sorry. Nem tudom fel a nevére. Egy ilyen jó fél méteres kígyó tekergőzött itt, hogy ugye félkézzel. Én most ráfékezek, akkor biztos, hogy esek. Most komolyan beszartam. Gyakorlatilag a lábamat felkaptam, mert nem tudtam, hogy hogy fog viselkedni, mikor rámegyek a kerékkel. Nem lehetett kikerülni, láttad? Kapott utána. Kapott? Ne bassza már. Tényleg? Most jött rám az ideg. Mert ugye az első kerékkel mentem rá először, utána volt a lábam. De felkaptam a lábam. Az első hátsó a lábmentőre, tehát. Hát utána már igen, nyilván, hát már a hátsó követte az elsőt. Hú, ezért most mit fogok kapni, de már most mentegetem magam, hogy itt most nem volt választásom. Ez olyan, mint az autóval. Érted? Na mindegy, nézzünk el a partra. Hát ez ekte homokos, ez egyértelműen látszik. Van-e valami bringás megközelítés, mit mondasz? Nem nagyon mi. Onnan abból a komplexumból esetleg oda lemenni, és akkor körbe valahogy le, de hát szerinted azt hagyják? Hát eleve már ott kezdődik, hogy be se tudunk menni, igaz? Mert nem fognak beengedni, valószínű. A másik pedig, hogy hát millió autó van ott. Tehát ott szálló vendégek vannak, csak még 9 órakor senki nem kelt fel. Ezért van ez a nagy pangesz. Mindegy, egy fotót csinálunk, aztán ennyi volt. Megyünk neki a hágónak. Megmondom őszintén, hogy egy fürdés azért most lemenne. Korán van még, de a levegő hőmérsékletben oké, a tenger nyilván megint rendben van. És ilyen homokos partot szerintem legközelebb, majd csak valamikor. Hát egy olyan dél körül találunk, mindig erős dilemmák, mert ha most itt nekiállunk tökölni, valahogy helyet keresni, az legalább egy óra. Viszont jelen pillanatban 32 méteren vagyunk, tehát ilyen közel rég voltunk a tengerhez. Illetve hát voltunk most reggel, de azért az nem ugyanez volt. Csak hogy világos legyen ott, hogyha fölnézünk, ott van az a kis torony. Ott megy mellette az út, lehet látni a sziklába vájva. Na, azon jöttünk le tegnap, és most pedig itt, a kettő között a nyakban el fogunk menni jobbra. Ez a Kaggia Serpentin, erről beszélt Stupában a bringás csávó, hogy na ott megemlegetjük még azt is, hogy megszülettünk. Ehhez képest már toltuk most is, 15-ön, de hát az rövid volt. Felhalani, hogy lent hullámzik a tenger, kristálytiszta. A teleig, akkor térjünk vissza oda, de kígyó előtt belekezdtem. A két gyerek meg a homokozólapát, aztán öldöklés, majd jött a katonaság. 1948, ugye azért már ez is 70 éve volt. Tengerészgyalogosok is szálltak partra, és akkor megregulázták egy kicsit itt a lakosságot. Azóta ennyire drasztikus ügyek nincsenek, de azért nyilván ez nem egy akkora
távlat években, amikor úgy még úgy ki tud halni, ki tud veszni a generációkból. Talán érthető, hogy tegnap nem volt hősködés, már úgy értem a részünkről az étterembe. Eleve olyanok is voltak, akik kinézetre is. Másrészt pedig hát amúgy se tudtunk volna mit csinálni. De hogy itt milyen a hozzáállás egy reklamációhoz, azt azért borítékolni lehet. Csülkön megyek, már úgy értem, hogy hátul is elől is. 12%. És nem látszik annak. Nagyon szopatos. 12,7. A jó öreg kereszttechnikát alkalmazom. De ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz szélesebb út kéne. Ja, az csak oda a toronyhoz megy, mi? Aha. Ó, bassz. Akkor tovább. Mekkora kígyó volt. Úristen. Nem is tudom, mi lett volna, mondjuk a közvetlen közelébe sikerül megállnom. Hogy akkor mi van? Rohadt gyorsak ám ezek. Főleg, hogyha ilyen nagyok. Alapból is virtózom a hüllőktől. Nem a barátaim. Nem, mert láttam mindenki, hogy ez nem szándékos volt. Ez már nem embernek való üdék. Nem tudom, mennyi a tető. 500 méter biztos van. Na, ennyi volt. Megpróbálok ívben kanyarodni. Most. Hú. Itt voltunk tegnap. Tehát innentől jön az új szakasz. Hihetetlenül jól néz ki a táj, de brutálisan kemény. La Via. Igen, az körülbelül majd félúton lesz. És itt látszik, hogy milyen. Bevárom mész itt, ugyanis ezt emészteni kell. Ott mindjárt mutatom, fölfelé. És utána majd még így ívben, még utána majd arra. De egyébként ugye nem az van, hogy majd ott tovább, hanem ott már megy is vissza. Aztán vissza, ahol a villanyoszlopok vannak. Tehát most ez jön. Ültem egy pillanatra. Mészítója. Hát, tartósan ezen nem lehet menni. Ez biztos. Közben meg a kilátás már nagyon jedi. Vagy ahogy Csobot Adél mondaná, nem hiszem el! Az útminőség aránylag jó, meg minthogyha egy picivel szélesebb is lenne. Kóvatosan, mert közben annyira billeg a bringa. 10,5. 1%-ot tudok így levenni. Körülbelül. Hát, hogy pont ennyi kell, hogy tudjak menni. 13. És még csak erősödik. Elnézést, hogy most csak ez a téma. De valahogy hosszas történelmi okfejtésekbe, gondolatmenekbe nem igazán bírok belekezdeni. Hihetetlenek ezek a növények. Fölül a legelterjedtebb növény különben a fű. Itt abból nem sok van, bár ugye az Isten tudja, hogy mi tartozik a füvek közé, mik a fűférék. Nyilván sok minden, mert csak Magyarországon 4 millió faj van. Fűből, ott látszik lefelé, ahogy megy le a Portokagiába a régi út, egyébként az új is. Nem, az, egy út van. Az, Marmari, bent a beach, és ott a torony mögött kerültünk, és ott egész hátul, szerintem látszik fölfelé, a nyakban, na azon jöttünk át. Ott egy 200 méteres hágó volt, most 153-on vagyunk, közben majdnem lementünk, ugye lent mondtam, hogy 33-on vagyunk. Szóval jött 10%, ezért valamicskét talán tudok szusszanni. Utóerejéig muszáj megállnom. Teljesen feláll a bringának az orra, ugye erről keveset beszélek, mert minden súly hátul van, tehát 10% fölött nekem már előre rá kell dőlnöm, ahhoz, hogy picit ellensúlyozzam azt, hogy ahogy tekerek, ne ugráljon. Természetesen bevallokkolva, hogy a hintázást egy picikét ellensúlyozzam. Nyilván nagyon nem lehet, de azért minden kicsi fűszálba belekapaszkodok, ha már a fű szóba került. Na akkor egy körpanoráma, újabb kis mini falvacska, halászfalú, kalózfészek, kalózöböl,
mosogatójuk, sok minden elhangzott tegnap. Ezeket most inkább már csak ismétlésképpen mondom. És ugye jól látszik most a két tenger között a különbség. Jón tenger, Égei tenger, és a kettő között ennyi van. Én úgy tudom, hogy itt vagyunk most pont a legkeskenyebb részén a félszigetnek. És hát mind a két irányban pedig a világba messzire ellátni, és ott végig hosszan az a sziget, amit kitírának tippelünk. Igen, vagy lehet még az a másik is, az a, sőt, inkább ott lesz. Az lesz, az Elafanissos, azt hiszem. Mert az van nagyon közel a malászi partokhoz, tehát ott. Mert ott meg malász, meg ott van. Igen. De én Elafanissos nem tudtam, hogy ott akkora hegyek vannak, vagy legalábbis nem így tudom, hogy meglátjuk. Itt mászunk, és totál keletre, picit észak-keletre látunk Elafanissos, de gyanúsan kicsi ez. És ráadásul ugye itt ennyi, az a szoros, szerintem nagyobbnak látszik egyrészt. Másrészt meg, ugye mögötte még tart a Maleász, és itt nagyobb hegyek vannak, mint itt. Tehát magyarul mögötte kellene, hogy lássunk valamiféle hegyvonulatot, vagy akármit. Illetve lenne még ugye kitíra, ami itt a térképen nincs rajta, az úgy körülbelül nagyjából itt van. Hát ez örök talány marad, bár azért megsúgom, hogy ahogy jövünk fölfelé, nyilvánvalóan már majd jobban körvonalazódnak a dolgok. Illetve leszünk ettől jóval fentebb is, ugye? Majd meglátjuk. Felmerül a kérdés, hogy ezek a népek mitől ennyire agresszívak? Tehát, hogy nyilvánvalóan a zord körülmények ilyen tájon élni, az már kihozhat egy agresszivitást, de az még nem jelenti azt, hogy egymásra úgymond a testvérekre kellene támadni. Másik magyarázat, hogy állítólag agyilag sem teljesen kóserek, ugyanis itt a természetes szaporodás az nem nagyon működött. Mert a különböző klánok egymással nem párosodtak, mert örökké harcban álltak. Tehát olyan szintű volt az elszigetelődés, hogy évszázadokon keresztül gyakorlatilag csak egymással ment a dolog, családon belül. Tenyészet, hogyha valaki nem tudná, ez a hivatalos neve. És ez már rövid távon sem jó, de hosszú távon, főleg ilyen 100 éves távlatban, ez már nagyon gázos. Itt meg ez volt. Még a nevelés, hagyományok tisztelete, meg egyéb más elvárt dogmák. Hát szóval nem éltem volna itt akkoriban, de most se. Úgy látom, ennyi volt a lazább szakasz. Ez most erősödik, de keményen. Vezérelt tűz. Van némi levegőfúvalat a tenger felől, viszont 14%. Nyilván a jótékony hatása, újra mondom, ennek a hirtelen szintemelkedés időben, de ugyanakkor mégsem nyerjük meg azt, amit elveszítünk a vámon, a réven, ugyanis tetű lassan kell menni és néha tolni. Teljes csücsökbe, hogy be tudjam venni a kanyart. Madár itt szurkol nekem, háromszor beijesztett, de ilyen hatalmas nagyon a keselyű féle. Ájra törbi a henger fejdődé, yes I good, yes I good, it's good. El Kondor Pasa. A nagy sláger 1970-ből, Simon Garfunkel. Nyilván sokan bejelentenek, hogy az El Kondor Páze, az nekem már életem végig pasa. Így volt leírva az újságban. A hengerfej sem autentikus angol szó, de úgy hangzik, hogy különben ez egy perui népdal volt, úgy tudom, kondorok repüléséhez szólt. Aztán, hogy ők milyen tartalmú szöveget adtak neki, arra már úgy részletesen nem emlékszek. Nem lazul különben semmit a emelkedési szög, csak próbálok műsort csinálni a kilátáshoz. Szerpentin technikai értelemben ez nem rossz ötlet, ami itt van. Hoppá, ott lett volna a táborhely. Szinte biztos, ha fordul be az út. Mindegy, ezt most már nem elemezgetjük. Tehát, hogy nagyon rövidek a szerpentin hurkok, érdemes figyelni. És
azt csinálták, hogy bekacskaringóztatták ilyen rövid szakaszokra, de azt viszont durván megemelték. Mindenki első nap a Calavereti Serpentinre, mikor jöttünk le fél Targetos össze, volt egy ilyen visszaemelkedés. És ez milyen hosszú egyenesek voltak, még Albán Stelvióhoz is hasonlítottam. Milyen lazán kilöktük, ilyen 4,5-5%-okon. Szinte nincs is egyenes. Ott egy visszafordító, majd jön a következő. Felvetődhet a kérdés, hogy de mi a különbség kettő között? A válasz az építési technikában, illetve az építési korban van. A Targetos hágóutat annak idején másra építették. Ugye az már egy ókori átjáró volt, 2-3 ezer évvel ezelőtt, igavonó állatokra. Rómaiak, spártaiak egyéb másra ott vezették a hadjáratokat, és akkoriban nem volt motorizáció, erről beszéltem, és az állatokhoz kellett igazítani a százalékokat. Most mi változott? Az, hogy ezek az utak, főleg itt, említettem, hogy itt nem voltak utak a 60-as, 70-es évekig, és utána ugrottak neki, de ugye már addigra a motorizáció meg volt lassan 100 éve. Magyarul az, hogy milyen százalékos, milyen az emelkedő, a terautónak, tanknak, egyéb másnak mindegy. Még egy görög specialitást is kiemelnék, hogy az jól látszik, hogy minden istenháta mögötti helyre vezet aszfaltút, és egészen jó minőségű. Például ide is minek. Hát amennyit a lakosság, eljárkálgatnak itt pikapokkal, meg mindenféle terepjárókkal. De hogy miért volt erre szükség? Hát ennek is hadászati oka van. Közben váltom szarakorik, elnézést, jó van, megvan. Picit lanyhult, úgyhogy lehet nézelődni. Amit ott lent látunk, az ott 13-as volt. Szóval a remek görög úthálózatnak, és főleg az istenháti helyeken pont a diktatúra az oka. Inkább azt lehet mondani, hogy a diktatúra pozitív hatásának a hozadéka ez, ugyanis a fennálló regnáló hatalomnak fontos volt az, hogy ne legyenek elszigetelt települések, mert hogyha kitör valami lázadás, már pedig itt azért tört ki párszor, például nem kell túl messzire menni a görög forradalom is, akkor nagyon nem mindegy, hogy nehéz fegyverzettel milyen gyorsan közelíthető meg a terület, sőt, nagyon nem mindegy az, hogy el tudnak-e szigetelődni például a rendelkezéskedő elemek itt. Az, hogy a görögöknél voltak diktatúrák, szerintem ezt mindenki pontosan tudja. Gyakorlatilag szinte csak azok voltak, és az utóbbi pár évet eltekintve tulajdonképpen a 100 évben alig volt olyan, amikor úgy a demokrácia ős hazájában demokrácia volt. A legdurvább ugye tudjuk a polgárháború, 46-48-ig, de például volt az ezredesek rendszer 1967-74-ig, és akkor épültek az utak nagy része. Pontosan ilyen megfontolásban, amit most mondtam. Néz ki, hogy mondók átmentélek befejezve, mert megint erősít. Legalább volt egy kis laza rész. Ennek is örülnöm kellene. Örülök is. Lettem egyébként itt jön fel egy kanyon, és ott szemben annak a nyaknak olyan hágó kinézete van. Néz ki, hogy kitekerem egybe az egészet. Hiába volt benne 14-15 tartósan is, de tudom magamról, hogy ha egyszer megállok, akkor utána már se a tolás, se a bringázás nem megy, a bringázás főleg nem, tehát én már akkor visszaülni szinte egészen biztos nem tudok, vagy csak nagyon nehezen. Ötös akarat erő kell hozzá, most nem magam a dicsérem, de hát ez nincs választásom, látja mindenki. Amúgy meg az életben nem vagyok ilyen. Tehát mindenhez, mindent kétszer meggondolok, lusta vagyok a végtelenségig. Kényelmes, Pató Pál úr, ugye erről már beszéltem. Ez az egyetlen dolog, ahol képes vagyok a határaimért feszegetni. Útelágozódáshoz érkeztem. Milyen jó, ki tudtam mondani, Megyesének ez ennyire jó nem ment. Attól félek, az lesz a miénk. Ez gyanús, hogy csak bemegy ide a faluba. És meg kell várnom mész, itt addig nézegetek térképet. Jelenleg a GPS-en ez a szakasz nincs betöltve, mert ez még a tegnapi nap lett volna. Minden sofőr int. Közben tátott pofával néznek, hogy ez a szerzet meg honnan jött. Na nézzük. Hú, gyerekek, mit tudok itt elolvasni? Marmari Porto Calcio. És ez volt a... Ahol voltunk, ez a Kokkivoiája, és az lenne a tanáró. Tehát a csúcs. Tehát onnan jöttem, tehát ez oda mutat, ott pedig azt szerintem nekem nem kell.
azoknak, akik onnan jönnek, mert semmi tábla nincs kint, próbáljunk következtetni. Ez az, itt. Egyik falu ott, másik falu meg ez a Kenoguria Hóra, itt balra fent fölöttünk. Gondolom csak pár torony. Ez lövés. Valaki igen mérges volt. Nézem, hogy mennyire természetes a mosolyod. Nem az. Nem az, mi? A falu, és egy óra alatt jöttünk föl, tehát ötös átlag. Hogyha nagy részt toltad, akkor szép teljesítmény volt. Na, nagy részt toltam. Kinyomtam az egészet. Tudtam, hogyha leállok, akkor olyan bírok elindulni. Hát a továbbiakban most nem tudom pontosan, hogy mi jön. Nekünk semmiképpen nem jönne jól most egy nagyon nagy lejtőzés. Már a cél a tenger, de nem azonnal. Tehát ha most hirtelen nagyon sokat megyünk le, akkor biztos, hogy addig még lesz visszamászás. Egy egész jó kis ilyen nyitott völgy ez. Nem is gondolna az ember, ahhoz képest, hogy idáig milyen volt a táj. Megmenném kockáztatni egy kicsit így jobbra nézve, hogy olyan alpesies az egész. Leszámítva azt, hogy egy darab fa nincs sehol. Mellettünk itt vannak ezek a, hát szerintem még a középkorban rakott falak. Én arra gondolok, habas nélkül gyakorlatilag csak a földben vannak pakolva, és az egész földmunka végig az egész hegyoldal megcsinálva. Félkézzel bűvészkedtem már a váltókon, és lazább tekerni 2% mínusz, viszont már látom a következő fekete levest. Igen, hát ez egy olyan vidék, ahol nem lehet megúszni. Mekkora szúrós kórók! Ezek megélnek itt. Látni rajtam is a pólómon is, hogy van szembeszél, és hűvös a szembeszél. Itt a 30 fokot mutat az óra, de ezt nyilván már megsütötte a nap. Egy olyan 23-24-nél jelen pillanatban így nincs több, és a szél az meg még a hőérzéket is csökkenti. Hangzik, de már fázok. 3.50-en volt különben a hágó, és szerintem már oda, olyan magasságban nem megyünk föl, bár az még simán lehet annyi. Mészi, hogy egy citromot fel kellene oldani, mint az első nap, kulacsba, vízbe. Hát citromot szerezni, mikor fa sincs, nemhogy citromfa. Kecske szart, azt tudnánk feloldani. Nem tudom, mennyire lenne ízletes. Tudjuk, hogy kiszolgáltott helyzetben a kecskéből sok mindent lehet csinálni. Ha nincs más, egy bölcsességet mindenki jegyezzen meg. A kecskebaszás csak akkor jó, ha nem te vagy a kecske. Megint ordít a nagy madár. Szerintem be lehet hallani. Ott van. Inkább valami nagyobb varjúfélének néz ki. Ott a fészke. Most szállt le. Elképesztő, milyen a táj. Innen visszanézve, mintha valahol Patagóniában lennénk. Mellettünk a San Gias-hegység. Mármint, hogy nem jobb oldalt, hanem bal oldalt. Ezek a partmenti előhegyei. Nem nagyon látszik, mert ez az oldal lankásabb. Viszont közelebb van a parthoz. A másik oldalra az szakadozottabb, de ott viszont van egy ilyen platószerű rész, egy ilyen palástszerű rész. Ugye erről beszéltem sokat. Ilyen vulkáni talapzat, ami egész a Jón-tengerig bemegy. Bár amit ott látunk, az már nem a Jón-tenger. Jón-tenger a másik oldalon van, eddig végig ott jöttünk mellette. Bár az ember úgy keveset tud róla, de ez a földközi tenger egyik legnagyobb beltengere, 575 ezer négyzetkilométernyi terület. És ami ettől sokkal érdekesebb, hogy a Dél-Mediterránum legmélyebb pontja itt van, az pedig nem más, mint a Hérodotos árok 5535 méter Kefalónia mellett. Néz ki, hogy a Kecske stráda az ide vezetett. Jó, különben egy csaj volt, aki beállt Zeus háremába, 160. szerető, de hogy Zeus ne bukjon le az asszony előtt, ezért tehénné változtatta. Az meg, hogy ment a szexuális tevékenység egy tehénnel. Erről én szerintem már értekeztem a Kefaloniai túrán, úgyhogy most ebben mélyebben nem megyek bele. Mindenki gondolja egy kicsit túl.
minden kő mögül kecskék néznek. Ezzel nincsen semmi baj, csak aztán nehogy kutyák is nézzenek a szomszéd kő közül. Hát a táj, az van vihetetlen. A Sangias hegység, tegnap már említettem, hogy gyakorlatilag kősivatag az egész. Nagyon jó minőségű mészkő van itt, amit bányásztak, hordják mindenhová Európába. Jó drága, manióta márvány néven. Ugye azért nagyon fasza, mert a kalcit tartalma nagyon magas. Ja, onnan beszélünk márványról, ha már 50%-ot meghaladta a kalcit tartalma. Hát, hogy itt most meghaladta-e, vagy hogy mennyivel, erről most nincs infóm, viszont azt, arról igen, hogy valami elképesztő, milyen csorda menet megy ott fölfelé. Hát, hogy ha nincs ott legalább 200 kecske, akkor egy se. Nem tudom, ez a kis kamera mit lát ebből. Nagyon baj, hogy még nem értek föl az útra, de van egy nyom, hogy a kutyák már igen. Hogy ilyen mennyiségű kecskéhez lesznek kutyák, az is szinte biztos. Csak abban lehet reménykedni, hogy valószínűleg ember is. Öfök fent egy botoros. Lehet, hogy az lenne a pásztor. De mindegy, majd meglátjuk. És egyébként pedig úgy látom, hogy egyéb más változás is van itt, igen. Itt jön be egy másik út. Igen, ez a Vatiából a főút. Igen, ez a Gétiói főút. Ez az. Jó helyen vagyunk. Állj! Ja, következik. Jön már mész is. Úgyhogy rendben volnánk. Hát ez lehet, hogy megérne egy fotót. Intettek. Ő a pásztor, most zavarta vissza őket az útról. Igen, hajtja vissza őket. Azért az megvan mindenkinek, nem Mészi? Mit tesztek ezek itt? Jó? Finom csemege van itt végig, lehet látni. Ez olyan, mintha mi drótot vágnánk. Ha már maradt ez a kamera a kezembe, akkor egy kicsikét nézzünk távolabb. Jól látszik az égei tenger, ami itt egyébként még Milton, majd még erről beszélek, hogy ez meg mi van, hogy van. Ugye a Jón-tengerről már beszéltem a másik oldalon. Most egy pillanatra különben itt a gyakban át is tudtunk látni, meg még mindig vékony a félsziget. Nincs ebben változás, közben gyorsulunk be. Sajnos az útban sincs változás, sőt romlott. Na szóval, ott vége a tenger, és hajók vannak. És innen most már, na akkor jó, akkor meg most megint megállok. Elnézést, hogy így kapkodok, de van látni való. Tehát amin hosszasan problémáztunk, szigetek, félszigetek a távolban. Picit ráhúzok, aztán majd húzok oldalra. Jól látszik, hogy ott van az a kék árnyalat, de közben vannak azért megszakítások. Ugyanis ami ott hátul van a Malász, félsziget, és ami kicsit előrébb van, ott kezdődik. Az lesz az Elfanisos, itt végig, és itt már rögtön vége is, tehát így ennyi. És ott hátul, az pedig ott megint ott folytatódik tovább, ott, és akkor ott alama lesznek megint a legeslegvége, és ez pedig nagy valószínűséggel Kitira lesz. Erre tippelünk. Kitira ugye a legutolsó, a legdélebbi Jón sziget. Nagyon el van szakadva a többitől, mert a többi Kefalónia, Korfu, Lefkáda, stb. Azok jóval fentebb vannak az albán határon. Földrajzilag nem értem különben, hogy miért sorolják ide, mert még csak nem is a Jón tengerben van, mert ez már ugye a Tanárófokon túl van keleti irányba. Na mindegy, hát ezt a problémát én most biztos nem fogom megoldani, azt viszont megteszem, a nézők kedvéért benézek ide ebbe a kanyonba. Sokat gondolkoztam külön, hogy hova jöjjek. De tervben volt szigettúra, ugye mondtam, de az most bonyolult, mert kompozás, stb. Logisztikailag legyen, mondom, szárazföld, de szárazföldön belül hova? A görög belső szárazföld azért nem annyira ütős. Vannak persze jó helyek, de akkor meg a tenger van túl messze. Tehát ha bemegyek a Pindrosba, akkor ott ilyen tájon keringek, igaz két hetet, de akkor vizet nem látunk. Már pedig már mondtam a múltkor, hogy a tengerparti túra tenger nélkül az körülbelül mit ér. És millió más hasonlatom van, leginkább olyan, amiben van szar is, meg gané is. Most nem sütöm el újra. Jól látszik, hogy az út megkerül ezt a nagy uvalát, és abba csak reménykedni merek, hogy nem megy ott arra tovább, hanem itt visszajön amerre a motorosok. Hogy tetszett mondani? Nem értettem jól? Kerültük teljesen ezt a
száraz uvalát. Más oldalon most szépen a Sangiás külső gerincéből látunk egy keveset. Említettem, hogy körülbelül 30 km hosszú, és mutatom is a térképen, észak-dél irányú, és keresztbe pedig 10, de nincs keresztbe út. Szerintem jól látszik, hogy miért. Nyakak vannak, ahol van átkötés, de azok is inkább ilyen kecskeösvények. Ez egyébként a Helyirák hegységcsoport legdélibb tagja. Ugye ez a Pindros, illetve a Dinári hegység meghosszabbítása, ami aztán a Taigetoszban folytatódik itt Peloponészoszon, utána jön az Izali, emellett is végigmentünk, ugye ez a 2 nappal ezelőtti program, és itt van a Sangiás, ami gyakorlatilag a végén eltűnik a tengerbe. Panoráma egyébként végig megvan a tengerre, kicsit távolabb vagyunk most, ennek nem örülök. Újabb torony, és pihi. Niko Lapakosz, adj valami. Itt van a terület jelképe, a torony. Úgy látom, hogy van egy jó kis kilátó is. Nézzünk szét. Egy toronyváros következik nem sokára. Nagyon érdekes, hogy a modern technikát hogy vegyítik a hagyományos építészettel. Egy körbefordulás, a kietlen táj. Ott is laknak, csak mutatom. Képzelj mindenki magát oda. Kevés az árnyék. Meggondolás tárgya egy reggelizés itt. Úgy döntöttem, hogy itt reggelizünk, mert az árnyék az nagyon nagy szó, és itt a környéken pedig nem nagyon van. Azt hallottad, hogy a barátok közt az idei 22 éves? Próbáltam gondolkozni, hogy hogy ünnepeljem meg, hogy most egyszer fossak, kétszer hányak, vagy kétszer fossak, háromszor hányak, vagy a kettőt így kombináljam, még nem döntöttem el. És akkor erre kiderült, hogy most megszűnt. Nem tudom, hallottad-e? Nem. Megcsirattam. Volt 2 másodperc. Én aláírom, hogy van az ilyennek egy jogosultsága. Csak ne tartson sokáig. Ezzel az volt a baj, hogy pont 22 évvel tartott tovább, mint ahogy kellett volna. Újfajta kobrankó keksz. Más dizájn, de egyébként ugyanaz. A munkatnám úgy ugyanán szár. Száraz kutya szár. Mindegy. Teljesen lemegy. Az egyetlen, ami most fontos, az a folyadék. Tök mindegy, hogy micsoda. Adúrú tej. Full fat milk. Teljesen dagadt tej. Írtak rá angolul. Egyébként ektekörök az egész. De ennyit így ráírtak. De hogy miért? Miért el van? 3,5%. Legalább ennyi. Plusz pont, hogy milyen jóképű tehén van rajta. Azért ez a barátok közt idegesít. Nem tudom magam túltenni rajta, hogy vége. Mekkora színészek voltak benne. Gondolj már bele, Tilda, Zsófi. Uh-huh. Jó, mondjuk igaz, hogy pár hét múlva csak a seggük fog rémlenni mindenkinek, mert a színészi tehetségük kb. Ekkora volt. Hát nekem az se. Neked még az se? Nekem azért az igen. Tudja, mész, hogy neki mégiscsak rémlik még valami. Na mondja csak? Persze, persze, volt benne egy nagy mellű csaj. A Buzimisinek a testvére volt az. Volt benne Buzimisi? Hát volt, azt hiszem, hogy volt. Nem az a Kontra Barbara? De Kontra Barbara. Kontra Barbara? Kontra Barbara, csak hogy stílusosan. Úgy cserélgették ebbe a nőket, mint pása szaros gatyáját. Új gyerekek, a volt NDK-sok. Ez sem megy jobban fel az emelkedő, mint mi. Názi bácsi, meg 2 meglett korona tróna. Ennek ide a világ végére. Azért ez is becsülendő. Egyébként a toronyban, itt Hős bácsi mögött, most vettük észre, hogy egy egész komoly hely van. Tehát például ez itt simán van 2 méter. Egy ember, 2 ember. És megvan a táborhely. A más kérdés, hogy a helyiek hogy vennék, hogyha a papa mellé betáboroznánk. Látszólag egyébként
barátságos, mindenki integetnek ugye a klasszikus balkáni vendégszeretet, haverkodás, de hogy még mindig mi lapul a felszín alatt, azt mi kívülállóként sose fogjuk megtudni. Leggia, ez egy ilyen nagyobb hely, térkép szerint is. Ahogy jövünk fölfelé, észrevehetően látszik, hogy jönnek vissza a fák, növényzet. Egyik oldalról volt feelingje a kopártájnak, másik oldalról viszont lassan már hiányzik a civilizáció. Tudom, hogy ez most mennyire nevezhető annak, de itt azért van élet. Na, megjöttünk a belfaluba, van isztoránte, lehet, hogy bolt is van. Egyébként Leggia volt a mani zsoldos munkaügyi hivatal. Ugyanis a mani kalózokhoz ide jártak a nagyhatalmak, inkább a törökök és a velenceiek, megfogadni őket jó pénzért, és rendkívül jó hajósok voltak, navigátorok voltak, és gyakorlatilag leszerződtették őket. A középkorban is volt sok furcsaság, érdekesség, különlegesség, csak hát ezek a dolgok annyira nem publikusak. Vagy inkább feledésben ültek, ahogy mondja itt Mészi. Különben, hogyha körbenézel azért, ez is hasonló, mint Vatia, mi? Csak azzal a különbsége, hogy itt laknak. Igen. Guruljunk neki. Megint le, megint föl. Jó. Nagyon szopatósak ezek, nem örülök neki. Autó pont jöttek szembe, nem tudtuk bevenni lendületből a kanyart, mert ezek a felle dolgok, ezek talán így tekerhetők a legegyszerűbben. Ha jól neki rugaszkodunk, aztán utána kitekerjük. Leggia arról híres még, hogy a mitológia szerint itt lakik a háromfejű kutya. Az előbb jött ott egy, igaz a kolompal? Igen. Hány feje volt szerinted? Na, csak egy. Az is bőven elég volt. De. Nem kéne három. Öltet nincs a pisztolyomba. Előttünk a tenger. Igen, jól néz ki, de egy picit aggódok. Lemegy 15%-on, akkor mi lesz utána? Már pedig nagyon úgy néz ki. Már megyünk is lefelé. Ó, a francba. Észre ráadással a gurulással, mert már megyünk is befelé 40-be, 50-be. Égei tenger körbe mindenhol. Hát beszopunk, lemegyünk pillanatokon belül. Igen, totál, utána meg föl. Egyik oldalról jó. Egyébként én szerintem ez már a Kotronaszöböl, és ott pedig amit szembe látunk, az nem más, mint a Kotronasz hegység. És már azt is látom, hogy majd hol megyünk tovább. A Kotronasz hegynek a déli oldalán van egy galériaút, és az lesz. Hú, itt meg még jobban megy lefelé. Most lehet látni, hogy most váltott 7-8-ra. Igen, tehát ebből az irányból is szopacs. Kéne egy fotót csinálni. Ez jól néz ki, de nagyon. Nincs kedvem megállni. 50. Most le kell húzni padlóra, mert úgy nézem, hogy terpentin. Na, akkor nézelődjünk egy kicsit. Másik kamerával. Ja, könnyű megtalálni a jó pozíciót. Ráadásul ugye, ami fontos, hogy előbb voltam tojni, mementem a bozótosba. Hát akkora keresztes pókok vannak. A kígyokról még nem is beszélve, hanem ez sem valami stabil. Na most. Nézzük. Hát, ugye szerpentin, és akkor itt végig lefelé, szerpentin itt is. Szerintem nem ez kell nekünk majd, hanem inkább az. Vagy nem kizárt, hogy mégis ez kell, lemegyünk Kipriánoszba, és akkor utána lemegyünk ott végig a parton. Sőt, az lesz a befutó, de majd mindjárt megnézzük a térképen. Ugyanis itt két fel is lehet menni a gerincen is, meg lehet menni lent is. De lent azért lenne jó menni, mert akkor esetleg előfordulhat, hogy itt a nyakban, illetve ott lesz fürdőhely. Tovább tekintve, ott megy az út, arra, ott végig, és akkor utána ott a sarokban van szerintem Kotronasz, nem 100%-ig biztos, de talán. Ott van két darab beach, most hirtelen eszembe nem jut, hogy mik. Ami nekünk még érdekes lesz, hogy a Kotronasz hegység, amit említettem, ott látszik. Az útnak a nyomvonala, körbe végig, ott a peremen. Na,
látványosnak ígérkezik, és ott egész hátul egy újabb öböl, azt majd megint megkerüljük, majd pedig utána ívesen megint, talán Vatiabics, és akkor ott egészen háttérben pedig már a gít jó látszik, ez pedig itt már az Evrotász öböl. Én arra gondolok, és utána a kettő az öböl másik oldalán, ahol a Malász félszigettel, így ívben betagozódik. Hát ez a további programunk, de ez nyilván már nem csak a mai program, hanem a holnapi is. Most egy-két fotó is megyünk le. Meghoztuk a döntést, lemegyünk Aigos Kiprianosba, tehát a partra, a kis halászfaluba. Elvégben onnan van a B-út, ami a parton megy. Lehet, hogy megszívunk vele. Egy pillanatra megálltunk, fotó a romkápolnáról. Klasszik palatető, a környékről építkezve. Valaki nemrég írta, hogy olyan sok az info ezekbe a filmekbe, és hogy biztos viszel magaddal puskát. Dehogy hozok. Hát milyen nehéz. Nem férne itt el hátul. Arról nem is beszélve, hogy hova teszem a töltényeket. Ráadásul azoknak is van súlyuk. Pedig a puskához kell töltény, különben semmi értelme nincs. Ó, mi van itt bent, amit fentről nem is láttunk. Újabb torony. Rengeteg, végig mindenhol itt alattunk a falu. Hát az az út, az fantasztikus, amelyik ott oda átkanyarog, de ugye ez nekünk nem fog kell lenni. Elnézést, muszáj kinéznem, most csak így simán nagy látószöggel. Itt megy alattunk szerintem az út, hogy Mészi hol van, nem tudom. Elrontotta, elment odáig, és itt kell jönni, végig, és aztán utána arra le, ott megy a partmenti út. Vagy pedig lehet, hogy ott. Ott két felé is van. Nem, az a tornyokhoz megy. Hát, van itt mint morfondírozni. Jó. Egyébként ezekben a tornyokban a kis királyok mindegyikben külön tróntermet is csináltak. Nekem is van otthon, a négy emeletesbe. Csak én budinak hívom. Trónszékkel együtt. Úgy néz ki, hogy rájött. Na ez az. Az ember csak egy fél percre figyeljen mellé. 20 másodperc alatt le lehet gurulni ilyenen, akár 60-80 méter szintet is, és akkor utána szívás a köbben. Nem baj, szeret hegyet mászni 40 fokba. Fölraktam a kamerát a sisakra, nem kötöttem be a másik mikrofont, úgyhogy majd kiabálok, vagy ha nem, akkor meg egyszerűen csak majd zene lesz, mindegy. Nézelődjünk egy kicsit, guruljunk le. 250 méter lefelé. Hát itt vágta nem lesz, ez egyértelmű, mi? Hát ez szivacs. Végre visszahozhatnánk valamit a lemaradásból, erre tessék. Nem tudom, látszik a kilométer óra, 13%. Azért az mindenkinek megvan, amikor még nem voltak utak, és hogy itt gyalog kellett egyik helyről menni a másikra. Majdnem orra bukott, 18% volt az előbb. De igen, hangulatosnak néz ki az ott lent. Azt látom, hogy akkora kövek vannak. Szerintem oda dobálták be a strandra az építési törmeléket, mikor csinálták a tornyot. Hát ha nem kopik szét a fékem, mire leérek, akkor imára. Hát ha itt vissza kell jönni, akkor az biztos, hogy inkább bérlünk lent valami furgont. Rendkívül jók a fékeim egyébként. Még nem szóltam róla részletesen, ugye cserés volt. Már lassan tavaly szeptembertől újak a tárcsák, meg egyéb más, majd még erről fogok beszélni, ha lesz egy kis nyugi. Ez most már tényleg jó. Csomagos túrázásra is.
van merre tovább. Ki tudja. Na hát itt holnánk lent. Mindjárt egy feltekintés, hogy hol jöttem le. Egyelőre Mészi nincs látókörbe. Ez mindig baj. Úgyhogy meg is állok. Tekintsünk föl. Ott az út. Illetve ha arra távolabb nézünk, akkor ott az út. Hú, nagyon erős volt. És nagyon látványos is. Remélem felvett mindent a kamera. És akkor itt lenne a beach, a szokásos. Tegnap az összes strand így nézett ki. Nagyon hangulatos, van egy kis szél, most dél-dél-kelet felől. Mindjárt konzultálunk, hogy akkor legyen egy csobbanás, hogy menjünk tovább. Itt egyébként Kokkalánál, illetve később majd Kapranosznál úgy tudom, hogy van homokos is. Jó, jön már. Itt vagyok. Nagyon étvágygerjesztő, de a homokos beach is az. Ez ott a józanész. Magyarul megyünk fürdeni. Végis ez még csak egy tengerparti túra. Nem is beszélve, hogy ami utána jön, az simán lehet a kutya vacsorája. Már úgy értem, hogy domborzati szempontból eltávolodunk a tengertől, lehet, hogy fél napig nem tudjuk megközelíteni. Ez meg itt van. Biztosra kell menni. Autentikus. Öltöző, gyögötya csere. Első kézből egy manitoronyban. Itt a mosdó. Az öltöző asztalt járnyalom. Észre, úgy látom, nem sokat teketóriázott. Elfért a tömegtől, lejutott a partra. Nézem a hajtást, azt hiszem, hogy kicsit recseg. Függetlenül nem szándékozom leforgatni a napfény, tenger, szerelem romantikus filmet. Ebből a napfény és a tenger adott, de szerelni azt végképp nem akarok. Ami gond, hogy feltámadt a szél, hullámzik, és a tő pedig egyetlenül csúszik. Megfogtam bemenni, hogy gondyaszítik is, szedem a levegőt. Nagyon hullámzik a tenger, nem lehet stabilan állni. És nem is meleg. Attól független azért természetesen valameddig betekered, már csak egy körpanorámban erejéig is. Bejebb nem megyek, mert ekkora hullámok már akár befelé is sorolhatnak. Kamerámra sem tesz jót a sós víz, nagy valószínűséggel, ám úgy fantasztikus. Eszméletlen jó. Olyan kék a tenger, kékes zöld. Kiemelem így a kamerát, talán akkor jobban látni, de hát fentős lehetett látni. Fú, nyeltem az előbb akkorát, bepótoltam a szóveszteséget tengervízből. Gyorsan egy rövid átfordulás, aztán megyünk, ez csak egy ilyen gyors teszt volt. Aigos Kiprianos, mint ahogy mondtam, ennyi az egész. Pár ház, egy-két mani torony. Tényleg lent az Isten háta mögött, amikor az az út csak ilyen összvérpálya volt, vagy gyalogút, akkor a falu gyakorlatilag szinte megközelíthetetlen volt. Most viszont nemrég csináltak ide egy íves utat körbe, látszik, hogy minőséggel is jó. És én ezt láttam a Google Earth-on, akkor eldöntöttem, hogy ezen mi végigmegyünk. Hát remélhetőleg nem lesz különösebben probléma vele. Ha minden igaz, akkor Kokkalánál visszacsatlakozik a másikba. Nézd, hogy most első körben ennyi volt. Természetesen nem fog kimaradni a homokos bíz sem. Ez a rész teljesen olyan, mintha valami Karib-tengeri szigeten lennénk, az a különbséggel, hogy kő van a parton. Sajnos, hogy nem csak a parton, hanem itt bent is, ezek a nagy, ilyen teljesen szimmetrikus kavicsok, ilyen tojásszerűek. Próbálok a szokásos úszályos módszerrel kijönni, de az a baj, hogy ide-oda billegkedtek, ha úgy olyanok a kövek, hogy szétfakítják az embert, annyira fehérek. Ugye a manióta várvány, ebből van, némi feldolgozásra gondolok. A köves partnak is megvan a feelingje, de csak úgy részben. Hát én nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha nem hozzuk ezt a cipőt, de ezen képtelenségbe menni. Lehet, hogy a vastalkú görögökhez már hozzá vannak szokva, de mi nagyon nem. Akkor van nagy dilemma, hogy akkor most kenekedjünk-e, vagy ne?
hogy lement-e vajon az olaj? Azért 12 órakor Görögországban június elején az a halál, már úgy értem, hogy napfronton. Körösödök, de intenzíven. Ennyi volt 20 perc. Ennyi fér bele. A tengerparti túrák hátulütője. A tengerre ennyi idő jut. Persze ezért ez így nem igaz, mert a tenger mellett vagyunk. Látjuk a tengert, adja a feelinget. A csopanások számát sajnos limitálni kell az időveszteség miatt. Egy utolsó pillantás Kiprianosra. Jó hely volt. Várható volt, hogy az út újra visszaemelkedik majd a főút szintjére. Két dolog van. Az egyik, hogy a GPS már mutatja az útvonalat. Tehát rácsatlakoztunk az otthon berajzolt negyedik nap tervébe. A másik pedig, hogy onnan, abból az irányból feltámadt a szél, és egészen intenzíven elkezdett fújni. A hátszél, a helyi szél, a meltemi, itt Peloponnészoszon ezt így hívják. Az úgynevezett napközbeni szél, napközi szél, ami minden nap fúj, de nem egész nap. Általában úgy működik, hogy reggel csönd van, körülbelül délig úgy még semmi, csak lágy szellőcske, aztán utána kezd erősödni, és aztán este valamikor úgy sötétedés környékén újra leáll. Magyarázata, hogy a szárazföld és a tenger hőmérséklete között különbség van, és a nyomás miatt a szél egy idő múlva feltámad, és értelemszerűen egyik helyről a másik felé fúj. Próbálok gondolkozni, hogy nem-e beszéltem már erről korábban. Ugye azért itt összemosódnak a dolgok. Na mindegy, szóval aztán utána, amikor este felé a szárazföld hőmérséklete, illetve a tengeri újra kiegyenlítődik, akkor a szél megint eláll, és akkor általában éjszaka nem fúj. Ugye ez lenne a meltemi. Különben ezt a szelet, például ha Jón-szigeteken másképp hívják, ott Gregale, vagy pedig gránátszél, azt hiszem talán így lehet fordítani, itt a füge, nincsen sajnos rajta semmi. Különben a klasszik mediterrán szelek itt is mind megvannak, például a Sirocco délről, ugye a nagy meleget hozza nyáron, nem tudom, hogy itt Sirocco-nak hívják-e, de van, itt most nincs, mert ugye ez még hivatalosan nem nyár, persze a június 5 az már az, de azért még az igazi szezon az tudjuk, hogy nem most kezdődik. Azt nézsz, azon persze a 30 fokot tudjuk, hogy már májusban bőven tombolnak. Jó kis lak van ott, remete lak. És a tenger meg milyen színű. Ráfordulunk majd irányba, és akkor lehet érezni, hogy azért erős a szél. Furcsa módon fent nem érzékeltük, vagy akkor még lehet, hogy nem fújt annyira. Különben, hogyha már a szeleknél tartunk, akkor bóra. Szerintem sok mindenkinek mond ez a név valamit. Hát mi egy életre végeztük 2018-ban Horvátországban. Megkaptuk úgy a velebit tövénél, hogy Isten igazából. Ez ugye a bukószél, ami merőlegesen fentről lefelé fúj, és itt is minden adott hozzá. Hát tessék megnézni, hogy mekkora hegyek vannak körbe, és hát a szél, ha nagyon akar, akkor bukni biztos tud. Majdnem akkor állt, mint hülye gyerek Ferike, mikor matekból megbukott. Hogyha a viharos az időjárás, akkor lehet, hogy még nagyobbat is. Még izgalmasabb az, hogy úgy is hívják, borának itt is. Az azért Horvátországban, illetve a Balkán egyéb más helyén, illetve nagy valószínűséggel itt is front kell. Frontról belátható közelségben nem tudunk. Tegnap szemléztük az időjárást, akkor úgy tűnt, hogy jövő csütörtökre mutat, minthogyha valamit. Az meg még nagyon messze van, mert most szombat van. Úgyhogy mondjuk annyiban, hogy az időjárásra egyelőre semmilyen panasz nem lehet. Hatodik napja vagyunk itt, és még mindig kobrankó kék az ég. Bár azért azt megsúgom, hogy picikét néha-néha olyan párásabb a levegő, például ott egész hátul a szemmel Malász félszigetet éppen hogy csak látom, szabad szemmel legalábbis, azért lehetne élesebb kontúrú is. Újra a főúton, és már a pillanatban gurulunk is be Kokkalába. Itt már homok beachre
is emlékszem, vagy legalábbis rémlik. Ezt a kanyart néztem ki, hogyha valóban ide jutunk, akkor ennek a bicsnek lettünk volna ide a sarkába. Ide mentünk volna be. Mindjárt fordulok. Ez ugye pont nem lesz jó rálátás, nincs igen, de itt le lehet menni. Van a halászkikötő, hogy a bicsnek oda a sziklás tövébe vetettük volna a sátrat. De ugye ahhoz el kellett volna ide jutni, még tegnap. Itt a tornyok nagy része már jobb minőségű, és apartmanok vannak benne. Kokkola ugyanolyan, mint az előző falu. Gyakorlatilag a falu kép semmit sem változik. Én azért úgy filmezgetem továbbra is. Biztos sokan unják már, de már nem tart sokáig. Gitionál gyakorlatilag a Mani félszigetnek vége. A szürreális kultúra az építészetével együtt ketté vágták volna, el fog tűnni. Virágzik a kaktusz. Pension Cala. Felmerült fizetett szállás is. Hát a tegnapi éttermi fiaskó miatt most muszáj vadkempingeznünk egyszer-kétszer, leginkább csak azért, hogy saját magamat megnyugtassam. Aztán utána majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Újabb beach lent. Szerintem nem nagyon járnak le, vagy ha nagyon meleg van. Számomra vitérve szerintem azért jönnek ide, ott fent ott van egy óriási nagy ilyen toronyváros, egész hátul. Lehet, hogy Kokkalának valami felső részlege, de az sem kizárt, hogy különben az egy külön hely. Igen. Miért fékeztél le? Ez egy eszkele, hát ez oda föl a hegyek közé. Hát, ó, hát a horror. Nem, főút, az jó van, jó ez. Újabb jó bőrben lévő mani torony, és ez az abszolút klasszikus. Tehát egy hosszú torony, a kula maga, tehát ami a védelmi célt szolgálta, mellette vannak a lakó részek, és körbe pedig a megerősített kerítésfallal. Ez a olyan pénisz hosszabbító itt, hogy legalábbis régebben az volt, mint Amerikában az autó. Azt gondolom, mindenki magát minél nagyobbat vesz, annál jobban valaki. És hát itt is valami hasonló a helyzet. Annyi a különbség, hogy ez itt ilyen intézményesített társadalmi elvárás is. Itt a temcsi. Én temetőben nem nagyon szeretek járni, bevallom. Hát egyszer azért valószínűleg elmegyek a sajátomra. Oda buszáj lesz. A tekintés. Itt egész hátul látszik ívesen a hegybe vájt út, ott jöttünk. Az út nehézségét különben az adja, ellentétben például az Alpokkal, hogy mikor ilyen jó szépen kocán megyünk, most is például felkapcsoltam, hirtelen olyan gyorsan jön a váltás, kiszámíthatatlanul nem lehet rá készülni. Teljesen drasztikusan, tehát rögtön a 0%-ról azonnal ugrik 15-be, és fel kell tenni plafonra, és nem biztos, hogy van annyi idő, hogy fel tudjuk tenni. Jön gyorsan leugrani, tolás. De ugye akkor már kiestél a ritmusból, újra valahol fel kellene szállni, de az meg már nem megy, hogyha 15%-os, mert nincs hozzá lendületed. Szóval ezért nem haladunk. Útminősége sajnos nem javult, sőt csak romlik. És bár nagyon gyalázatosan haladunk, kilométer szerint legalábbis azért arra esély van, hogy Gítiót ma elérjük, Katómani fővárosát, azaz Kelet-Mani fővárosát, és egyben a mi szempontunkból fontos tény, hogy talán ott már bolt is lesz, és mivel szombat van, ma mindenképpen kell táraznunk újra. Az én esetemben a fogyasztás, az üzemanyag úgymond, tehát az étel, az nagyon nyengusz. Várható volt, hogy nem lesz nagy étvágyam az első pár napban. Ami nem feltétlenül biztos, hogy jó, de attól még ez van. Most már csak időszakosan kapcsolom be néha a kamerát. Átjöttünk Katómaniba. Látszik, hogy most már fák vannak mindenhol. A belső Manihoz képest jelentősen változik a táj, viszont nem pozitív módon. Tehát ha nem lenne itt a tenger, tulajdonképpen azt mondanám, hogy nincs is miért ide jönni.
A hegyek, illetve az építkezési forma természetesen még mindig ugyanaz, ott tessék figyelni fent az erődöt, ami ugye nem erőd, hanem csak normál vezei falu. Többször elmondtam már. Szóval néha kapcsolgatom a kamerát, most nem sokára jön a Kotronas Beach, illetve ott később majd a Skudari Beach. Elviekben ott homok is lesz, majd mi meggondoljuk, hogy hogyan tovább, ott szemben látszik majd az út. A kis mini uvalák egyébként jól néznek ki, de csak egy röpke pillantás és tovább. Most már kitárulkozott teljes egészében a Kotronas-öböl. Jól látszik, szépen haladunk lefelé tengerszintre. Teljesbítést azért most gyorsan kell, hogy tegyek. Ugye azt mondtam itt, hogy ez már a Milton-tenger. Nem. Hanem az a Malea félsziget, ami ott van a másik oldalon, a körben itt látjuk, azon túl van. Tehát monemváziai oldalon, ami majd ugye cél. Ez itt bent, a úgymond senki tengerének is hívják, a Lakónia jövöl. Két félsziget, Mani, illetve Malász között van, egy ilyen beívelés, egy ilyen nagy ív, de látszik, hogy komoly, tehát nagy, és tulajdonképpen az Evrotas deltája az, ami elválasztja a két félszigetet egymástól. Pi van, sziaszta, egy ilyen garázsbeállóba. Egyszerűen nincs árnyék. De azért nincs árnyék, mindjárt mutatom, talán ott is jól látni, hogy vannak ugyan fák, most ezt vegyük ki, hogy befelé dől, de ha egyenes lenne, akkor se, ugyanis annyira magasan van a nap, hogy gyakorlatilag így, függőlegesen. Tehát csak saját maguk alá árnyékolnak. Egyszerűen nincs tér, ahova be tudnánk állni. Úgyhogy csak épített árnyék jöhet számításba, és nem jellemző. Következzen az első lépteszt. Kicsit elhúztuk, a hatodik napon vagyunk. Egyrészt volt még otthoni muníció. Másrészt pedig eddig olyat ittunk lux, ami én már jó párszor kipróbáltam. Most viszont itt van az újdonság. BBN. Azt hiszem talán jól fordítom. Itt elolvasgattam Pepsi termék. Ez már egy jó jel. Tehát azért azok annyira gagyit nem gyártanak. Itt van valahol, hogy pontosan hol van a gyártó, Attika, Aigos, akármi csodálos. Cukor, illetve édesítőszer. Most mindenki nyilván azt várja, hogy én majd ezt fumigálom. Mert hogy azt szoktam. Nem. A görög cuccokat nem fumigálom. És megmondom, hogy miért. Mert gagyi nincs. De nem lehet kapni gagyit. Bármivel nyúl bele az ember, azok általában jók. Igaz, hogy nincs túl nagy választék, de ez is kimondottan jó. Lemon ízű, és van benne szénsav is. És a legfontosabb, hogy cukor is. Hello! Hi! Where is, where you come from? Netherlands. For today? Netherlands. Oh, okay. From Hungary. Hungary. Yeah. Nice. And where are you going? Around. Around. Me too. Nice. Yeah. This way? Yeah. This way. You going to the money? Yeah. You can go the Tanaro, Cape Tanaro. Cape Tanaro. So nice. Like a moon. Nice. Three is no, only stones. Yeah. Cool. You go to Sparta? We come from Sparta, across the Taygetos, Kalamata, and west coast, going down the south. Yes. Gitio, Monemvasia, Leonidio, across the Pannonas, Sparta. This is the plan. You sleep in tent? Yeah. Night camp. Right, yeah. Last night is Cape Tanaro. This is parking. Good. Okay. No problem. Yeah. Just follow this road. Yeah. A couple of serpentines. Yeah. It's very hard. Yeah. Very hard. More than 10. Sometimes we walking. Yeah. Enjoy your trip. Okay. Thanks. Bye. Bye. Rajtunk is, kívül is vannak őrültek, de nekem azt tűnt fel, nem tudom észrevetted-e, hogy mintha nem lett volna tervük, nem? Hát így mondogattam neki a dolgokat, azt nem is nagyon tudták, hogy mi van itt. Azért így nekivágni ennek a környéknek, itt a végén kérdezték, hogy majd milyen az út, el lehet-e térni, vagy valami, csak mennek spontán. De mintha ők is Spártáról indultak volna valami ilyesmi, magyarázott. Aha, szerintem lejöttek itt simán a Evrotas medencéjén Gítióig, aztán most jönnek lefelé, addig nem volt komoly. Még a szopás rájuk vár, de nagyon. NBN kiszlopálva, berakva ide, következő kukáig, nagyon hamar jön a kuka, 5 percen belül. Görögöknél ez nagyon jó pont, hogy nagyon sok kuka van. Nézzük. Ugye, amit látunk most, ez a Kotronas öböl, itt van Kotronas, és mi
Szerintem valahol itt lehetünk. Na most, hogyha megnézzük azt, hogy honnan indultunk, tehát innen, és itt voltak a nagy szivatós részek, és itt már talán annyira nem lesznek, akkor ha ennyit csináltunk, ha ezt átnézzük ide, akkor bőven GTO föléjük adunk ki, és itt Trinicsánál ide terveztem a táborhelyet. Szóval elvégben szerintem ez akár még teljesíthető is lehet, mert olyan, hát 8 óra körül indultunk, 6-ig, hát majd meglátjuk. Mindenesetre meg kell nyomni, ez biztos. Nehéz megmondani a kis hollandus párocskáról, hogy mit kóstálnak. Már úgy értem, hogy erőlétileg, de azért ide ember kell. Ezt most én nagyon megtapasztaltam. Ha csak innen lemennek a tenárofokhoz, tehát megcsinálják azt, amit mi ma délelőtt. Már akkor emelem a sisakom, főleg a csajszi előtt. Kaptam a közelítős kamerát, most tudom majd mutatni a túra nehézségét, hogy ugye közel olyan magasan vagyunk, mint ott szembe az út. Tehát oda megyünk majd vissza. De hogy mutassak valami izgisebbet is ettől, mutatom azt, hogy mi vár ránk majd a siesta után. Hát ez egy kicsit most többet foglalkozok a sport részével a túrának, mint kellene. De hát várakozásokon felül teljesít az egész terep. Úgyhogy nem embernek való kőfolyás van ott szembe. Teljesen úgy tűnik, mintha menne fel rajta valami gyalogosvény oda a kanyonba. Vagy az se kizárt, hogy az csak valami víz által vált pályú, mert ne tudja. Ha be lehet tekinteni oda, hova megyünk, jól néz ki, olyan lagunás, van ott egy kis fél szigetecske, de lehet, hogy igazi szigetecske homokpaddal. Na, alakul. De össze még át kell mennünk a Trombvároson. Látom, hogy még lesz még egy szopatás. Sőt, mi több. Lehet, hogy még kettő. Fú, milyen torony, rengeteg van ott a következő domb mögött. Jó, hát táj nem változik. Nekem rohadtul tetszik, de nagyon nehéz. Látszik a GPS, hogy nem tudták az utat lent vinni. Csinál egy éket. A szembelő oldali torony rengeteg, úgy látom, hogy kontrollálsz. Igen, a regionális központ. És akkor ezen túl elviekben már az van, ami nekünk kell. Egy rohadt egyenes nincs. És megint föl. Már 1000 méter fölött vagyunk szintben, 34 kilométernél. Pillanatra megállok fújni. Az útvonalvezetés azt az utat akarta ott. Biztos, hogy nem jutunk volna ennyire föl, de hát azon végig menni ilyen súllyal, hát az ott körbe megyünk ívesen le, és a szerencsém van, akkor ott ma a hegy után tengerpart. Mikor tervezek, akkor próbálok egyfajta egyensúlyt találni a kellemes és a hasznos között, tehát magyarul a túrának a nyaralós része és a sport része között. De ez nem mindig sikerül. Most egy picit elmértem. Az első a fekete, az Audi terepjáról a görög. Tőlünk kérdezett útbaigazítás, hogy kontrollszerre van-e. Hát útbaigazítottam, viszont ha nem erre van, akkor nem csak ő szopik most be, hanem mi is, de nagyon, mert vágtázunk lefelé, és jól látszik, hogy van hova. Látszik a másik oldal, hogy hol jöttünk. Föl le! Sajnos az útminősége nem túl fasza, nem lehet megküldeni. Talán most visszahozunk valamit a lemaradásból. De ez nyilván böjtje lesz. Lent már látszik a kotronaszöbből, fasza, jól néz ki. Bocsánat, de néha használunk el a másik féket is. Kotronász. Lejöttünk, most sikerült visszahozni egy kis kilométert, úgyhogy egy négyet gurultunk elég intenzíven. Már azért valami jó hír is. 23-on vagyunk, tehát tengerszinten. Mindenki kitalálhatta, hogy akkor
megkeressük a beach-et. Ó, hát pontosan az, amire számítottam. Ez igen. És ami még jobb, hogy egyáltalán nem is kell kilódni a bringákkal, hanem egyesre be tudjuk tolni a homokba. A klasszik görög strand. Mészi, kérnék egy értékelést. 10 fölé. 10 fölé. Az, amire számítottuk, nem? Érdemes volt idáig tekerni. Tudtam, hogy van homokos bics. Egész onnan a legfrancból láttam. Persze nyilván kellett az egy előolvasás is hozzá, de a lényeg az, hogy itt vagyunk. Általában úgy van itt is, mint mindenhol. Állj, elnézést. Hogy a strand az ingyen van, a napozó ágyakért meg egyéb másért megfizetni kell. Szerintem ez itt jó lesz. Izgis lesz a virsli gumimmal tolni, de nem baj. Mindent a sikerér. A befolyónál jó lesz. Reméljük, nem jön ki semmi. Van öltöző. Csak egy baj van, hogy rajtam van a fürdőgatya. Lehet, hogy visszaveszem a bringás gatyát, és aztán újra le. Nem? Csak azért, hogy használjuk, mert ingyen van. Ja. Már koslatok is befelé. Gondolom, senkinek nem meglepetés, hogy tűzforró a homok. De elképesztően rafinált technikával már megoldottam. Úgyhogy előtte bejöttem küzdeni, hogy egy kipróbáltam, hogy egyáltalán mi várható. Hát, csak szuper latinuszokban tudok róla beszélni. Már volt egy Balaton Beach-ünk Limeniöből ezelőtt 2 nappal. Hát most itt a ráadás. Teljesen klasszik homok. És szinte egyáltalán nem mélyül. Megoldjunk-e? Teljesen más jellegű, mint az előző volt, Aigos Kipriánosnál. Más a víznek a színe, de persze ez is jó. Nyilván a talajból adódóan olyan kék, meg annyira türkisz nem lesz, mint hogyha köves lenne az alja, de azért így is teljesen rendben van. Itt van a halász kikötő részleg végig, tehát friss halat itt is biztos, hogy lehet kapni. Gyorsan egy körbefordulás, látszik, hogy az öbölszáj itt is szűk, és aztán, hogyha fordulunk, akkor szépen ívesen nő meg. Hát gondolom nem nehéz kitalálni, hogy azért ez a stratégiai jelentőségét is növelte, ezért jó páran kihasználták. Hát először is a római időkben volt itt egy ilyen megfigyelőállás, majd a bizánciak hadikikötőnek használták. Furcsa, mert azért ahhoz nem elég mély a víz, bár Isten tudja, hogy az akkori hajókhoz mi kellett, meg mi nem. Már kellőképpen bejöttem, ráadásul látványosan jönnek befelé a hullámok, de nagyon élvezetes, nem olyan idétlen, hanem olyan szépen, finoman, olyan élvezkődősen. Na mi az, amit látunk? Hát először is itt van befelé a folyó völgy, Kotronász, ugyanúgy hívják a folyót, mint a várost, és a Sangiász jól látszik, ahogy ketté vágja maga a völgy, ott fölfelé egyébként egy kanyont is alkot, és ott megy át Aropohiba, tehát a Manifélszigetnek a másik oldalán található városba az út, és ott tudtunk volna rövidíteni, mert tegnap reggel mi ott voltunk. Még egy érdekességet mutatok, ugye látszik Sangiász végig, a hegység, hogy azért nem gyenge volt, ami mellett jöttünk, és ott egész hátul is. Tehát az, hogy ennyit szívtunk, azt a domborzat nagyon is megmagyarázza. És akkor mutatok még egy érdekességet, hogy ha valaki szívni akar, ott van fölfelé egy út. Szerintem az ilyen mountain bike ösvény lehet, és az felmegy a tetőre. Én azt gondolom, hogy nem burvás, de szervizút lehet. Fent vannak ugyanis a szélmalmok, és innentől majd végig, egész a Malász-félsziget is végig vannak ilyen szélerőművek. Itt van a Görögország nagyobb szélreaktorai. Nem néz ki talán, hogy már állandóan fúj a szél, egyelőre ebből még komolyat nem tapasztaltunk. Még egy dolgot mutatok, a további terv. Lehettem itt alul, ugye ott vannak a házak, és akkor utána azon a hát 25%-on föl nyilván tolni, de azt ki tudjuk hagyni úgy, hogyha ott fölmegyünk, és akkor utána lankásan tovább föl. Hát valószínűleg majd ez lesz. Hihetetlen. Én nem tudok eltelni az ilyen helyekkel. Na de hát ezért is jöttünk ide. Rahat messze volt, illetve van, mert még vissza is kell menni. Lassan megyek kifelé, de közben azért fordulok annyiból, hogy most itt Mészi kitalálta, hogy csak kéne valamit kajálni. Még az sem kizárt, hogy rá hagyom magam beszélni, mert az ilyeneknél nem nagyon szoktam ellenkezni. Annak ellenére, hogy tegnap volt egy fiaskó. 2 hely jöhet számításba, ott rögtön a bringánk van,
ott szembe van, de az nagyon tele van. A másik pedig esetleg fent ott a kakasülőn, oda egy kicsit vissza kéne mászni, de még egyefene. Ezt még majd eldöntjük. Sajnos dilemma is van, az az, hogy ma mindenképpen el kéne érnünk Gítiót, egyrészt, másrészt meg Gítió a Poli főváros, szerintem erről már beszéltem, és én most már oktopuszt akarok kóstolni. Ha viszont most itt kajálunk, akkor meg a kót mi lesz? Szóval vannak dilemmák, na, maradjunk annyiban. De inkább ilyen dilemmák legyenek, mint mondjuk, mit tudom én, szétmegy a lánc, vagy kidurran a gumi, vagy kipattan egy külő, mert hogy ugye ilyenek is voltak. Még egy dolgot el kell mondanom, most talán jól haladunk. Talán a legjobban eddig. Ha majdnem 40 kilométert jöttünk is, tulajdonképpen még csak 3 óra van. És hát láttam mindenki, hogy milyen terepen 1000 méter már meg volt szintben. Most ha kiesünk az ütemből, magyarul, hogyha bemegyünk és kajálunk, akkor utána ezt már biztos, hogy nem tudjuk folytatni így. És akkor nem érünk oda. Pedig most fix táborhely van, mi pedig nem is akármilyen. Szar egy hely. Bármennyire is dögmeleg van, de muszáj vagyok az újas pólót felvenni, mert szénné vagyok égve. Tudok egy étterem mustát, leginkább ezt itt. Hát eztek mindenfélét. Így néz ki a helyzet, és akkor pillantjunk bele. A görögön kívül inkább úgy mondanám, van-e valami? Nem nagyon. Vagy csak majd innen? Nem. Itt határozott hangulatos a hely. Most hoznak English menüt. Ez meg itt úgy látom, hogy a konyha részleg. Itt az English menü. A helyzet az, hogy gyroszt akartunk enni, és ugyanazt a választ kaptam, amit eddig mindig még itt Görögországban, hogy dehogy van neki gyrosz. Ez étterem. Gyrosz nem árulnak étteremben. Sokan azt gondolják, a gyrosz a nagy tradicionális görög étel. Nem. Ők ezt csak egy ilyen, mit tudom én, ilyen sima, normál mezei gyorsételmi kajának gondolják, és tálban sincs, csak talponállókban. Meghoztuk a döntést, csak megpróbáljuk elérni Gítiót, de nagyon necces. Innen 24 idáig, és még ráadásul nekünk itt kell jönni, utána pedig még innen 16. És ugye eddig együtt jöttünk, ez már majdnem 40 volt, és 3-4 van. Folyamatosan jönni kell, egyfolytában. Úgy néz ki, hogy a Gítió már a mai nap szinte lehetetlen, akárhogy számolgatjuk. Ennek ellenére mégis tovább indultunk, ugyanis kiderült, hogy ez a Cotronas Beach, ez nem egyezik a Scutari Beach-el, ugyanis az, itt a Cotronas hegy mögött van, 12 kilométerre, és egy hasonló homokos part, mint ez. Halló, cipéd? Igen, igen. Jó. Most itt a hegy oldalban azt fogjuk letesztelni, hogy mennyire haladunk, hogy ha marad ugyanez a tempó, akkor nyilván Gítió már feladásra kerül. Viszont, hogyha ne adj Isten, mégis pozitív módon változnának a domborzati viszonyok, amit nem nagyon tartok valószínűnek, eddig lesz idő átvariálni az egész tervet. Sikerült kitaposni az első ilyen felugrót, 14%, beállt a domborzat, és akkor igen, ettől féltem. Ez nem ennyi lesz. De azért nézzünk le, illetve vissza, íme, az öböl, a homokos öböl. Következik ugye Scutari Beach, majd utána Camares Beach, közben meg ki tudja mi van. Beachekbe számolok. Ha valóban esetleg a Beach Boys is feltűnik, akkor azt meg még külön meg is köszönjük. Sajnos a szám úgy néz ki, hogy kezd kipattanni, lehet, hogy a tegnapi ütős levestől. Jön a herpes. You take my love, you take my love, you take my love. It's gonna be a herpes, herpes. You came into my life, it's just a runaway. Herpes, herpes. The Flirts, 1985-ből. Helpless. Van még egyébként más ilyen herpeses nótám is. Herpes, to the whole time, I think you're gonna hold. Duran Duran, igen, szintén 85-ből, na hát az se herpes volt. Tehát így volt értelme magyarul, ezt nem szabad elfelejteni, percig se, ez már örökre így marad. Akkor jött a kommentbe megint, hogy honnan tudsz te ennyi mindent, csak így.
egyik erdélyi videóban ezt már megválaszoltam. 8 általános, plusz 2 különleges. Szüleim egész életemben azt fújták, hogy tanuljál, fiam, mert akkor lesz belőled valaki, és akkor leszel gazdag. Hát, ahogy elnézem a focistákat, engem nagyon átvertek. Itt a közelítős kamera, benézünk az öbölbe. Először fel kell állnom a legmagasabb pontra, mert benne van a kerítés. Így már talán jó. Hopp, 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 mindent bele. Látom a színdiagramon, még el se kezdtük az emelkedőt, tudjál róla. Na tehát, ahol voltunk. Igazándiból ez most csak azért érdekes, mert most látjuk, hogy fölötte mi van. Tehát a San Giasnak van egy ilyen kis kanyonszerűsége, kanyonletörés, ott jön le ugye a Cotronas folyó. A hegyet egyébként a Cotronas hegy az ez, amit kerülünk. Ez nem is hegy, ez inkább, hanem ilyen hegység, tehát aránylag hosszan, még egyszer mondom, 12 km lesz. És az öböl pedig, a homokos öböl az ott van, ott voltunk bent, és ami még izgis, hogyha egy kicsit így erre elhúzzuk, akkor ott van az a sziget. Nem nagyon tudtuk felderíteni, hogy az pontosan micsoda, hogy van, de ott egészen bent ilyen nagyon világos kék lagunát is látok szabad szemmel, úgyhogy nem lehet rossz. Az a helyzet, hogy ezekbe az öblökbe hajóval nem nagyon jönnek be, ez jól látszik. A hajók kint mennek, ott éppen most is megy egy, egészen hátul ott körvonalazódik. Lakóni öböl, ugye ott van pár nagyobb kikötő, leginkább Gítió, ugye onnan mennek a kompok a különböző szigetekre, Kitirára, sőt Krétára is. Akkor lennénk nagy bajba, hogyha én most például mondjuk úgy terveztem volna, hogy például valahova át akarunk pattanni. És persze ugye biztos, hogy nem érünk már oda, ez 100%. És akkor most jön be a hadkempinges túra nagyon nagy előnye, hogy hozzuk magunkkal a szállást. Itt van hátul. Jutunk, ameddig jutunk. Kit érdekel? Egy utolsó pillantás a szemközti San Gias hegységre egész végig. Itt most már búcsút intünk tőle. Cotronas hegység következik. Itt mellettünk kis mini hegység. Itt látszik fölöttünk a sziklatorony. Annyira kicsi, hogy csak 3 csúcsa van. 800 körüliek. Nagyon remélem, hogy az út nem megy fel odáig. Jól látszik, hogy folyamatosan emelkedik, viszont az is jól látszik, hogy aránylag simán tekerhető. Végre egy olyan százalék, amiben nem rokkanunk bele. Örökké szívni. De azért igen messze van még a vége. Újra hát, szél, illetve részben oldalszél. Kicsit úgy alákap a pólómnak, ez nagyon fasza, hogy mozgat. Egyértelműen a melteni helyi szél. Nem értem, hogy már egész a falutól jövünk, itt az út mellett gyakorlatilag még egy út szélesség ki van dózerolva. Hogy ennek mi értelme? Mert már az út is nagyon széles, és ráadásul forgalom se nagyon van. Lehet, hogy a tériszonyosoknak. Múltkor kérdezték egy kommentben, hogy mikor így Erdélyben ilyen sziklák tetején billegtünk, hogy te nem vagy tériszonyos? Micsoda? Hát én úgy bírom a magasságot, hogyha felnézek így, akkor fellátok egészen a napig. Most idézet következik, és egyben bizonyítási eljárás is. Van az a mondás, hogy az ember akkor találja meg igazán önmagát, ha át tud lépni a saját korlátain. Na nézzük! Itt a korlát. Nagyon küzdök. Megvan. Akkor lehet keresni önmagam, nézzük! Nem sok minden. Tovább nincs időm keresni, viszont lenézek már, hogy mi az, amit ennyire védenek. Hát nem sok minden. Egyelőre érthetetlen ez a dózerolás. Gondolnám, hogy szélesítik az utat, de még egyszer mondom, hogy semmi értelme, viszont ha már besétáltam ide, 2 dolgot mutatnék meg. Most már a Malász-félsziget egészen szépen látszik ott a félhomályban, de én nem látom sajnos, és inkább nem is közelítek. Nézzünk inkább ebbe az irányba, ott a csücsköt tessék figyelni. Az a kis minyúri ott a legvégén, na az lenne a Tenáró-fok, a Tenáró-félsziget. Hát onnan indultunk ma, és bár így légvonalban úgy tűnik, mintha nem lenne messze, mert egyébként annyira nincs is, egy olyan 40 km, de hát amit itt végig kellett jönni, itt a San Gias tövébe, hát az katasztrófa volt. Jönne az, hogy újra át kell lépnem saját korlátaimat, de kicselezem, mert én ettől sokkal ügyesebb vagyok. És azért megy nagyon nehezen, ez a lakóni öböl, ez 70 km széles. És hát nekünk holnap ezt le kell darálnunk, persze nem keresztül itt a vizen, hanem majd arra ív be az Eurotas deltán keresztül,
És még utána át kell másznunk a hegyen, mert mi a másik oldalra megyünk. Ott van Monemvázia. Folyamatosan emelkedik, de teljesen rendben van. Pantunk a hágon, és látszik a Skudari félsziget. Továbbra sincs ötletem, hogy ezt miért csinálták. Mennyivel nagyobb földmunka volt bentebb lefaragni a hegyet, mint hogyha mondjuk kintebb csinálták volna. Egyetlen okot látok, azt, hogy féltek, hogy megmozdul a föld. Mert ugye az simán lehet itt, nagyon földrengéses terület, és biztosra akartak menni, ezért beljebb hozták az utat. Magyarul, amit itt látunk, ez tulajdonképpen egy pufferzóna. Sajnos engem kilátásfronton megszivattak, mert nem látok át, talán most egy picit. Hát most egyben látszik már maga a félsziget, Skudari félsziget, és ott bent pedig van egy jó nagy öböl. Szerintem ott lesz a strandocskánk. Most már nem annyira a fürdés motivál, hanem valami jó kis éttermecske. Nem sokat akartam már filmezni ezen a szakaszon, hogy találjuk le, minél hamarabb, aztán tudjuk le. Most ez a rész olyan élménybringázós, mert nem nehéz. Most például egy picit lefelé is megyünk, de a felfelé emelkedő sem volt rossz, és hát tulajdonképpen attól függetlenül, hogy itt van ez a gazos pufferzóna, ha már így hívtam, ettől függetlenül azért én így fejmagasságból egészen jól végiglátok. Panoráma út a javából, kell lehet tagadni. Na ott egyébként, hogyha nyakon áttekintünk, nem nagyon látszik jól, de talán most itt mindjárt a sarkon majd megállok. Egy pillanat. Nézőként minden pedig azért a gurulás az jó lett volna. De ehhez kell a másik kamera. De először még egy pillantás oda, az útra, ott fog majd tovább menni. Lehet, hogy nem vagyok benne biztos, de minthogyha Mészit látnám ott killódni fölfelé. Hát most vagy ő az, és akkor már nagyon elhúzott, vagy pedig valami más látok, de ott ötök fölfelé. Ugye Skudari öböl, ott a beach, és akkor itt a nyakon tekintsünk már át egy kicsit. Nem tudom, hogy mit fog látni a kamera rá, élesíti arra, ami ott mögötte van bent. Hát attól félek, hogy nem. Én szabad szemmel látom. Látjuk Gítiót. De az bizony még légvonalban is van, vagy egy olyan... Egy 30 biztos, és hát ugye értem szen, hogy itt körbe megyünk, akkor az még nagyobb gáz. Szemből oldalra hatalmas hegyek vannak. Ott. A Párnonásznak az alsó eltörése Malász hegység. És hogyha már nagyon nézelődünk, akkor nézzünk fel oda is. Tessék figyelni. Na, az meg már a Taygetos. Taygetos, és én nem tartom kizártnak, hogy a nagy csúcs ott az, az az Iriász. De azért persze nem biztos, de lehet. Véken Karistól mondjuk igénybe van véve, kell lenne tagadni. Tessék nézni az utat. Jó. Peloponészosz. Szinte senki nem ismeri. Azt se tudják a legtöbben, hogy hol van. Hangzásából ítél meg Görögország nyilván. Érdemes lenne azon egy kicsikét elrúgózni, hogy kik járnak ide. Szinte senki. Ugyanis, hogyha a turisták fejével gondolkozunk, akkor kétféle módon lehet ide jönni. Van egyrészt az autó. Nyugat-Európában autóval ide lejönni, az rohadtul messze van. Hát ugye csak Spárta volt 1900 km, majdnem 2000, és az még nem is a tengerpart. Tehát, hogyha valaki tengerpartban gondolkozik, akkor akár még több is. Nagyon aki mondjuk autóval jön, az úgy leakad a Halkidiki félszigetnél. Nyugat-Európa felé nagyon sok magyar is ezt csinálja, hát a legkedveltebb görögországi turista célpont a Szarti. És akkor esetleg még átjönnek a jó szigetvilágba, az is azért sokkal közelebb van. Bár az azért már necces. Akkor vannak a nagy Görögország fanok, akik mondjuk nem buszos túrában gondolkoznak, hanem akár repülőre is ülnek. Na, azok már viszont nagyobb távlatokban gondolkoznak, leginkább szigetekben. Onnantól meg már kitárult a világ, gyakorlatilag a legtávolabbi sziget is viszonylag közel van. Peloponészoszról igazándiból csak Kalamatába érdemes jönni repülővel, és az is csak nyaranta működik főszezonban, charterjáratként, mert egyébként meg nagyon babrikos. Szóval ez a hely, ez a Peloponészosz, ez egy ilyen vákum, közben egy kis midikanyút oldalt. Nekem pedig úgy néz ki, hogy kezdődik az emelkedő. Igen. Onnan filmeztem ott a legtetejéről. Emiatt tehát a külföldi turista szezon, az nem nagyon van. De miért van akkor ez a sok kiépített infrastruktúra? Turisztikai infrastruktúra, éttermek, stb. Egyéb más, beach. Már a görögök igen.
azok bizony jönnek, mégpedig leginkább a témból, ami nem igazán van innen messze. A görögöknek az olaszokkal együtt megvan az a nagyon jó tulajdonság, hogy kiszámíthatók. Mármint, hogy üdülés, nyaralás szempontból, mert mindig ugyanakkor mennek, és mindenki egyszerre. És ez pedig augusztus nagy részt, illetve szeptember eleje. Tehát magyarul be lehet lőni azt, hogy körülbelül mikor van tömeg, vagy mikor nem. Ennek ellenére persze én júliusban sem nagyon jönnék, sőt, tehát június 15-e után, ha nem tudtuk volna most eljönni, mondjuk a Covid vagy bármi miatt, akkor valószínűleg ezt még egy évvel eltolom, vagy lehet, hogy teljes egészében ki is húzom. Szóval más választásunk nem is nagyon volt, mert horvátok is kekeckednek. Nyugat-Európában jelen pillanatban úgy tudom, hogy sehova nem lehet menni. Tulajdonképpen ez egyfajta kényszermegoldás is egyben. De mivel tervben volt, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy akkor így rendben is van. Ami pozitívum, és természetesen szinte emiatt terveztem ide a túrát, és a felvezetőben is mondtam, hogy a jó idő miatt kell Görögországba menni. Hatodik napunk, még egyszer mondom. Egy felhő nincs az égen, hát van most ugye egy kis fátyó, de hát ezt nem nevezhető felhőnek. Menem a beachre, látok ott egy-két éttermet. Mészinek, hogy csak akkor megyünk be, hogyha lehúzós a hely, egyébként nem. Ez a szopatós, figyeli mindenki. Azt akkor most tessék, és rögtön 10%, tehát nem aprózzák ám el. Következik tehát a Skudari Beach. Olyan kék a tenger, hogy beleremegett a szememben a csarnokvíz. Jó gép! Először csak egy ilyen körbenézés. Nyitva van, mert ott tesznek. Ó, nagyon jó! Nagyon jó! És akkor íme Skudari Beach. Ami nagyon jó ebben, hogy ez nem tartozik faluhoz. Tehát ez teljesen különként van. Fantasztikus a tenger, nem? Hát nézd már meg, hogy milyen színe van. És még hánykolódnak hajók is dekorációnak, mi? A kamerát azt a csirkék már nézik, hogy őket filmezem. Tudod miért? Mert el nem tudják azt képzelni, hogy rajtuk kívül itt más is érdekes, ugye? Hogy mondjuk a táj érdekesebb vagy valami, pedig nagyon nem. A nők meg az emberek úgy általában fogyóeszköz. De az csak díszlet, az csak dekoráció, emberekből bárhol bármennyi van. Viszont ez a környék, ez csak egyszer van, amikor én itt vagyok. Egyébként még ki se kell hívni a pinyót, mert megnézzük az étlapot. Van rajta elfogadható nyelven? Van. Ajaj, megkaptuk a vizet, mint tegnap. Csak nehogy ugyanaz legyen itt is a tulaj, mi? Na, válogatunk. Hát annyit tudunk, most itt volt a nő, hogy nincs itt se természetesen minden, és ez csak kimondott a haláscsárnak. Tehát csak halak közül lehet választani. Ami nekem kellett volna, hogy meg akartam kóstolni az oktopuszt, mert hogy itt a Gitó környékén, erről már beszéltem, ez a specialitás. Egyetlen nagy baj van, oktopusz ilyen vinegárban van, ami szerintük nagyon jó. Utána még felsorolt 50 félét, ami mindezzel a rohadt borecettel van, ami nekem végképp nem jön be. Tudtam velük megegyezni, hogy esetleg majd valami akkor legyen. Itt van a taverna neve. Egyelőre meg se próbálom elolvasni, majd megkérdezzük. Ha valakit érdekel, akkor a halak itt járnak be. Téri egységet majd mindjárt megnézem, és akkor így néz ki az egész. Jónak tűnik. Az előbb kiültünk oda a windis részre, de be kell jönni ide. Rohadtul fúj. A Meltemi gyakorlatilag feltámadt, ugye, amiről beszéltünk. Alfát rendeltem, gondolom az most már senkinek nem meglepett is, hogy csapolt sört nem fogunk inni a 12 nap alatt. Ez van. Nekem a mitosz jobban bejön, de itt nem volt mitosz. Utána alfa jön és a majd a fix sorrendbe. És egyébként még egyéb más sörök is vannak itt. Van például ilyen háziát menő donkisör, ilyen majomsör, nem tudom, tudsz-e róla. Boltban biztos lehet kapni. Háziátmányú tradicionális sörök. Én gondoltam, hogy megkóstolom, de sehol senkinek nincs. Egy viszont nagyon jó, hogy ez most jéghideg. Tehát minek jön a kaját, de valószínűleg még nem fognak melegedni. Tessék figyelni, 1961. A mitosz, a nagy felkapott sör meg hol van? Szinte tegnap kezdték gyártani. Sose gondoltam volna, hogy valahogy is így fogom inni a szénsav nélkül semmilyen vizet. Olyan szinten folyadék hiányunk van, hogy amit elénk raknak, minden megy lefelé. A sört meg muszáj tartalékolni a kajához. Gondolom az mindenkinek világos, ha itt befejeztük, akkor irány a víz, és
Az is jól látszik, hogy homok végig, de ha valaki ugrálni akar, akkor kő is van. Na, ott tartottunk, hogy elmondtam, hogy minden ebben a vinegáros mártásban van, és hogy az nekem nem kedvencem, hogy ez kimarad. Ezen kívül van még füstölt makréla, ugye ez otthon is van, az Ósamba is lehet kapni, egész jól csinálják. Nekem külön kedvencem, és ezzel kapcsolatban még majd mondok valamit. Ezen kívül itt vannak még mindenféle egyéb más dolgok, és akkor itt lennének a halak. A tegnapi az... Hú, én nem tudom melyik volt. Tudjuk, hogy melyik volt a tegnapi? Nem tudjuk. De viszont az árakat jól lehet látni. Hogy 60, 30, 55, 55, 55, 55. És akkor most jön az, amire azt gondoltuk, hogy átvennek minket. És már itt én a nőnek meg is mondtam, hogy mi nekünk rossz tapasztalatunk volt tegnapról, átvehetek. És azt mondta, hogy nem vertek át, mert egyszerűen ezek a nagy halak, ezek ennyibe kerülnek, és lemérjük őket, és hát most gondoljunk bele, emlékszel az 1,65-re? Szerintem fel van véve a videón. 1,65 volt a hal, amit rádobott a mérlegre. Szorozzunk csak az 1,65-tel? Mondjuk vegyük az 55-öt. Tehát az 55-öt, ha 1,65-tel felszorozzuk, akkor már bőven olyan 70 környékén van, ugye? És akkor, ha hozzászámoljuk, hogy 96-ot fizetünk egy-egy más salangra, akkor majdnem ugyanott vagyunk. Közben érkeznek a dolgok. Első körben a görög saláta, mert hogy azt is kértünk. Figyelj csak, szerintem osszuk el egyszerűen igazságosan, szét is tudjuk. Egy darabot rendeltünk ugyanis, mert most azt csináljuk, hogy nem világban mindent, mert lehet tudni azt, hogy az nem. Szóval a mennyiség az itt változó, de általában inkább több, mint kevesebb. A hosszas okfejtés, amire ki akartunk nyugodni, itt ezzel kapcsolatban, hogy valójában tegnap minket nem csaptak. Csak hülyék voltunk, mert belenyúltunk ezekbe a nagyon drága tengeri halakba, amiket ugye lemérnek. És így került most ez ennyibe. Azt mondta a nő, hogy ha ezekből választunk, akkor nyilván mi döntjük el azt, hogy mekkorát választunk, és akkor az alapján kell fizetni. Tegnap mi meg nagy hülyén kiválasztottuk a legnagyobb halat. Hát így jártunk. Ne. Azt mondta a nő, hogy ha fölveszem a maszkot, akkor megmutatja nekem a halakat benne. Na, hát kíváncsi vagyok, hogy fognak nekem örülni ezzel a pofával, de ez meg azért is nagyon jó, mert bármelyik halat bele is haraphatok. Na, megkaptam a engedélyt, hogy bejöhetek a maszkban, és akkor itt lennének azok, amikből lehetett volna választani. This is the calamari? Calamari. Calamari. Where is the octopus? No. The octopus? No. No. This. Meglesingettem akkor, hogy mi volt bent. Hát nem volt valami bizalomgerjesztő, de megmondom őszintén, hogy hát ez se egy akkora duranás, nem? Jól fogunk mi ezzel lakni? Hát mindent teszünk akkor igen. Figyelj, ezzel borzasztóan gyenge kenyeret kaptunk. Igen. És hol a krumpli? Hát kértünk krumplit. Na jól. Hát mindjárt bemegyek reklamálni. Minden egyébként vagy, jó? Pont jó lenne. Aha. Hozzák már a krumplit, ott hozzák már. Egy tálba hozzák, úgyhogy már szét kell porciózni. Thank you. Ennyi. És akkor szét lehet majd szedni. Várj, azért fotót csinálok, jó? Gyorsan kihozták, hogy gyakorlatilag észbe se kaptunk. Jól látszik, hogy végül aztán a füstölt makrélát kértük. Még egyszer mondom, az Ósamban kapható füstölt makrélától nincs jobb. Az a nagyon jó, krémes, alig van benne szálka. Mikor Horvátországban 2018-ban lettem makrélát, igaz, hogy az grillezett volt a Cres szigetén, nem bocsát Losinyba, akkor attól nem vágódtam ám hanyat. Egyáltalán nem igaz, hogy nem is volt különösebben drága, különben meg ez sem nagyon drága, mert 9. Elregő, nem bocsánat, 7 elregő, plusz még a kurva együtt nem lesz egy 10-es. Úgyhogy ez árérték alányában teljesen rendben van, a görög salátával együtt, meg szerintem azért jól fogunk vele lakni. Kezdjük akkor a gasztroblokkot. Fogasné Rágós Patrícia gasztroenterológus támogatásával. Először is görög saláta, mi az, amivel nyakit tele van itt is. Hát jól látszik, hogy gyakorlatilag paradicsommal, illetve még van egy kevés uborka, ami jó pont, talán, itt lehet látni, már a Méci kiszedegette nekem itt a dolgokat, hogy hagyma több van benne, mint eddig, de nem különösebben sok. Erre is tettek hagymát, még ez nincs megkóstolva, krumpli elfogadható adag, és ezután pedig következik akkor a kóstolás. Ez kiderült a görögöknél, hogy a sajtot azt így hozzák ki, nem tudom, mondom, az van, hogy ízlés szerint, igaz? Én vagy ez úgy vagyok, a fetának adok ilyen darabosnak kell lenni, nem? Ja. Tehát ott kezdődik, ó, a francba már katapultált a paradicsomom. Félkézzel elég nehéz úgy, de csak mutatom, ezt majd szépen utána összemixelem. Tudok én már nagy disznólat csinálni, otthon is nagyon megy. Természetesen, mivel kezdtették mással a tesztet? Magával a sörrel.
Ezt, akik nézték fel a matában a filmet, azok tudják, hogy ezt már kóstoltuk. Túl nagy meglepetés nincs benne, de továbbra is nagyon nehezményezem azt, hogy draftsört nem tudunk kóstolni, főleg Mitoszból, mert az szerintem verhetetlen is Görögországban. Én otthon úgy szoktam csinálni a makrélát, hogy beiszapoltatom, hogy olívaolajjal. De az egy dolog, hogy ráöntjük, mert akkor csak úgy szétfolyik, hanem egy kicsikét így szét kell trancsírozni, így elmutatom a filét, így, így, és akkor utána csak találjam el, hogy melyik milyen, lakóniai, mindjárt mondok lakóniáról, de az inkább a legérdekesebb, hogy onnan kapta nevét maga a tartomány a prefektúra. Na, ezt a szűzből egy nagyon picit így, végig, és utána, miután ez bemegy a pórusokba, majd még újra, még kétszer. Így lesz a nagyon fasz. Ez most már nagyon tudományosnak hangzott, mert ez tényleg jó. Ezt így kell. Viszont, így első kóstolóra nagyon ütős az íze. Meg tudod-e mondani, hogy miért? Megmondom neked. A füstölés. Mert a füstölés, így van. Rohadt jól megvan a füstölve. Sokkal jobban, mint az ósanos. Bár azt is jól füstölik, azért még egyszer mondom, de ezt lehet, hogy egy picit talán túl is füstölték, de nekem ez bejön, nem? Ki mondotta a jó? Abszolút. Arra gondoltam, hogy majd nem lesz elég, de azért külpival, meg a görgős rátával, és szerintem oké lesz. Mondja Mészi, hogy van még hozzá egy kis kőkenyér is. Ez tényleg nagyon az, de azért egyet megkóstolunk tényleg már csak a hec kedvéért is. Továbbra se az én világom. Viszont azzal a hajóval ott szívesen elringatóznék itt fölbe, az öbölbe. Olyan hangulatos lenne, nem? De hogy tengeri beteg lesz? Hát, mit akarsz? Ennek távozni kell való, nem mindegy, hogy alul vagy felül. A lényeget majdnem elfelejtettem. A citrás. Persze azért túlzásra sem szabad vinni, mert akkor meg nagyon megsavanyítja. Magyar ember sörre nem kocint. Ismered, igaz? Tudod-e vajon, hogy honnan van az egész? Nem. Aradi vértanúk, emlékszel, október 6-a kivégzés. És állítólag a börtönőrök a kivégzés előtt sörrel kocintottak, hogy osztrákok voltak, vagy bitobított a nagy sörösök, a magyar halálára is, azóta ez van. De tudod-e, hogy ez nem igaz? Hát az ellenkezőjét sem tudtam. Jó, ez így akkor mindent megmagyaráz, ugyanis állítólag ezt borkereskedők találták ki a konkurencia megfékezésére. És működik már lassan 200 éve. Mondjuk nálam nem, mert én iszom a sör, legfeljebb nem kocintok rá. A bor pedig nagyon nem, de azzal viszont kocintok. Hogy hogy lehet kocintani úgy a borral, hogy egyébként meg nem iszom? Azt mindenki gondolja túl. Megint bejött az, amit már én otthon is problémáztam, meg Horvátországban is. Hogy ez a makréla, gyere csak közelebb, jól lehet látni, hogy szálkás a húsa. Tehát ilyen ízekben jön szét. Itt is jól lehet látni. Viszont az ósanos, meg amit otthon lehet kapni, azok meg annyira krémesek, hogy szinte nem is látni, hogy az hal. Olyan, mintha valami paszta lenne. Szinte kenyérre lehet kenni. És nem tudom, hogy ez miért van. Lehet, hogy azért, mert áll, vagy a fele tudja, de a Horvátországban is ugyanilyen volt. Tehát engem nagyon meglepette az élő makréla, hogy az teljesen, vagy a friss makréla, inkább úgy mondanám, hogy az teljesen más. A hely, ahol vagyunk. Köztudatban az van, hogy ez a taverna. De nem, mert a taverna például a különböző mediterrán országban más jelent. Vannak a horvátok, ugye ott van taverna, van konoba. Konoba abban különbözik a tavernától, hogy bár mind a kettő a tengerparton van, de a konobában ott inkább halat árulnak, mert eredetileg az a halászoknak a saját éttermük volt saját maguknak, és aztán utána elkezdték a nagy közönség felé is kinyitni. És ez a görögöknél is megvan. Tehát itt is van taverna, de ez, ami itt van, ez nem taverna, hanem itt úgy hívják, hogy uredi, vagy unedi, azt hiszem talán. Ez kevésbé köztudott, de így van. Mindenki beazusítja a tavernát a tengerparti étterületre. Nem. Tehát csak, hogy világos legyen. Ezeken a helyeken csak hal van, semmi más. És ez most tipikusan pont az.
Mondom a problémát. Én ma gyakorlatilag két darab konganakó kekszet ettem, meg megittam egy bitertért, meg ennyi más, mit tudom én, üdítőt, bármit. Mert számítottam arra, hogy valamikor ekkor majd lesz talán. De ezzel baj van. Ugyanis én egész nap erre kopraltam, most viszont, ami belefér, betömtem, még most külön megeszem az utolsó kenyeret is, és még mindig kívánós vagyok, még mindig kellene valami desszert, most nem tudom, hogy még megiszó étkapó, hogy lesz-e valami, vagy valami gyümölcs, vagy valami. De ilyen kerékpártúrán pontosan nem így kéne enni, hanem úgy, ahogy István Pisti szokott, meg például Mészűs, mint Michel Wilde a fasszal úgy van, hogy bekap ezt, azt, amaz. Minden sarkon. Egyébként meg furcsa módon ez az egészséges. Michel Wilde a kicsi úgy tett. A Mészű úgy rögött, hogy berebegett a kamera. Mindegy. De a mondani való akkor is ez. Lényeg megvan, elmondtam. Nézem az édességet. Mézes joghurt. 9000, egy kicsit erőstem. Ez valami vizes dinnye, vagy mi az a vizes dinnye? A normál dinnye? Az a dinnye. Az a dinnye. Hát, ezek is gyümölcsök. Nincs normális édesség? Hát csak nem bírjuk ki. Eszünk tovább. 2 euró kiderült mind. Akkor te vizes dinnyét akartál lenni, azt mondták, hogy sajnos a szezonban van, de azért most elmennek kérdezni. Van-e normál joghurt, ez a kézi gyártású joghurt, de az úgy normál, tehát nem édes. Viszont a honely az úgy tűnik, hogy az. Úgyhogy lehet, hogy akkor még 2 erregőért bedurrantok egy olyat. Csak azért, hogy nyakig tele legyek, mert különben nem fogok elsüllyedni bent a vízben. Berendeltük a desszertet, mindjárt hozzák, de mutatok valamit. Ott tessék figyelni az asztalt, az abroszt, a terítőt. Gyakorlatilag megserebben. Egy órával ezelőtt az életünk be ide, mert olyan tornádó volt, hogy le kellett kötni, itt mutatom, le kellett kötni, mert egyszerűen mindent elvitt. Azért menekültünk be ide, mert nem lehetett volna normálisan kajálni. És egyébként a hullámzás is lecsökkent. És akkor most itt jön az, amiről beszéltem, a szélről, ugye mehetem. Hogy ez most pont már az az időszak, 6 óra környéken, amikor ez majd eláll. És már kezd elállni. Ide hozzák a desszertet. Ez a hani, ez pedig a gyümi. Megmutatta Mészi, hogy körülbelül mit kaptunk. Állítólag ez ilyen házi készítésű tejföl, joghurt, bocsánat. Most már kiderült, hogy nem gyümölcs ízesítésű, hanem tényleg rátettek gyümölcsöket, itt fel volt sorolva, hogy milyeneket. Az, hogy most ki melyiket választja, majd mindjárt sorsot húzunk. Engem inkább sokkal jobban foglalkoztat az a tény, hogy én most besöröztem, és vajon a joghurt az a sörre, a sör és a joghurt inkább, hogy egymásra hogy foghatni. Ugye van az a klasszikus mondás, hogy dinnyére sört, és akkor azonnal lehet menekülni. Na most ehhez képest mi tegnap kaptunk dinnyét, emlékszel, grátisból, és a sört ittunk mind a ketten, és hát azért nagy menekülés nem volt. Úgyhogy ez sem működik, de nyilván mennyiségtől is függ. Most akkor kóstolunk. Én meg akkor ide. Jó. Először is kedjük ott, hogy én rosszul választottam. Volt egy sejtésem, hogy ez savanyú lesz, és méreg savanyú, de nagyon. Én meg most édes desszertet akartam volna magamnak enni. De most a mézes az jó. Na, az jó. Egy dolog viszont biztos, hogy a joghurt, az görög. És most itt nem konkrétan arra kell gondolni, hogy mert hogy Görögország úgy, és hogy nyilván görög a joghurt, mert görögök gyártották meg minden. Hanem tudjuk otthon, hogy a görög joghurt az egy fajta. Tehát, hogy megvan, hogy milyen kritériumokat kell megfelelni, hogy görög legyen a joghurt. Tehát például a százal zsír százaléknak annak ugye 10%-nak kell lenni. Hát ebben totál megvan, sőt, hát lehet látni, hogy akár még több is. De a normál joghurt az tiszta lő ki. Szóval ez egyértelműen a tradicionális görög joghurt, ugye házi készítésű, így csinálják, hát láttuk, hogy vagy itt kecske lyuk, meg minden, mert egyébként tudod, hogy lyukból lenne az eredeti görög joghurt, és unióban védett. Tehát hivatalosan a görög nevet azt csak a görögök használhatnák, attól függetlenül mindenki használja. Szóval nem rossz, jobb lett volna valami normálisabb édesség, de hát ez van. Parancsolsz, mondjad? Szerintem az jobb. Hát, akkor meg még cserélhetünk. A taste of honey, sweet, much ribble, that's right.
Bikis, 1962-es száma, tökéletes indítélet. Igaz, hogy halandja szöveggel, de akkor is. Akkor mondok véleményt. Mind a kettő bepuszilva. We can paying. Lehet kártyával fizetni. Ott tartottam, hogy mind a kettőt bepuszíltuk. Ez egy kényszer megoldás volt. Igazándiból édességet akartam, aztán nem volt az. Sajnos még a mézes sem volt az. A görög joghurt az abszolút hozta a formáját, tehát hogy görög volt még pedig a javából, nem csak hogy 10%, hanem gyakorlatilag szinte rágni kellett, annyira krémes volt. Jobbat is el tudtam volna képzelni, de maradjunk annyiban, hogy összességében az egész teljesen rendben volt. Most még megnézzük majd a számlát, hát nyilvánvalóan annyiban nem fog kerülni. 35 erregő, mindenki látta körülbelül, hogy mi volt. Én azt gondolom, hogy Magyarországon sem tudtunk volna ettől olcsóbban megkajálni. Itt van a görög kocsma mellettünk. Kellett volna bejönni, az hangulatosabb lett volna. Bele nyúltunk a jó fasz a homokba. Tolni. Mai nap utolsó fürdése következik, Kudári Beach. A nap már eléggé lent van, fél hét elmúlt. A part azért nem teljesen klasszik homok. Az út viszont tökéletes. Itt már azért vannak kövek, de összességében azért alapvetően homok. Látszik a fehér, abba voltunk. Na nézzük. Már volt befogni a tükör előtt, belül tiszta a homok. Ugyanaz, mint a másik. Egyáltalán nem nézünk. Akkor gyerünk! Nem tudom, hogy ez most miért van, de itt a parton már nagyon hideg van, és ez folyamatosan bejön. Ilyen 10 gárdas ez a görög időjárás. Este ilyen nagyon leül a levegő, napközben mi 30 fok. Különbség viszont van, most ennyire jöttem csak be a parton, és már nagyon mély a víz. Határozottan. Sokáig nem élvezkődök, mert hideg van. Hát ott kajáltunk. Egyszer, itt van ez a görög kocsma, és akkor itt van ez a jó kis, hát bizánci eredetű tület, szerintem ez még kis kápolná, és akkor a műemlék. És ami sokkal izgalmasabb az, hogyha elfordult így a Szánkiász irányába. Ez most már még egyszer mondom az utolsó gerince, itt vége. És nem, hülye vagyok. Az egyel odébb volt. Ez a Kotronász hegység, és ugye említettem, hogy körülbelül 3 csúcsa van, hát 1, 2, 3, ennyi az egész. Körülbelül 800 méter magas lehet. Mi egy olyan, az úton, körülbelül ott a hágón, egy a 300 méteren lehetünk fönt, ott annyi volt. 12 kilométer volt, még egyszer mondom, félkörívben megkerültük. És akkor még egy kör arra. Itt van ugye ez a Kudári félsziget, amit beszéltem. Ja, laposnak tűnik, de azért megszopat majd szerintem minket, de nem kell egész kimenni a sarkára, hanem valahol körülbelül ott a tetőn, ott ívve majd átfordulunk, ott lesz majd egy érdekesség, azt hiszem a Grigovári kastély, azt talán látjuk, de lehet, hogy nem. Utána ennek a másik oldalban egy hosszú homokos part, az a Camarez Beach, azon most már csak véglapátolunk majd, mert ott túl kell lenni, utána pedig majd jön a Watta Beach, ott tervezünk valahova a táborért, megyek ki, mert hideg van, egyre jobban fázok, sorry. Itt terve volt még az a vitorlás jetti, meg ott hátrébb az a halászhajónak a megtekintése. Lehet, hogy azzal hozták a makrélát reggel. Bár nem valószínűleg a füstölt már régebbi, de mindegy. Ezen most túllépünk. Még egy kis csobbanás, aztán ennyi volt mára. Lezárul mi kibókatára. Ennyi volt. Hasza volt. Amíg szállítom itt a lábamat, körbejárom ezt a műemléktemplomot. Megkongattám a harangot, azért lenne ribillió. Van egy olyan gyanúm, itt az ismertető, görögül, angolul, 1882-83 egy manifestő, egy Csandrász nevezető, mégpedig egy Kutifári nevezető faluból, amit gondolom itt lehet valahol. Ő pingálta ezt ki, hát gondolom ott azokat a részeket, és itt volt 2007-től 13-ig egy felújítás, és ha valakit érdekel, akkor bréül is el lehet olvasni. Valóban műemlék, nem is kevés. Örökország erről szólt. Úgy telezabáltam magam, hogy most egy dolog, hogy a tökömet nem látom, de hogyha itt a parton hasavágnám magam, szerintem úgy billegnék, hogy bármelyik veterán fóka elkérni a receptet. Nézzük a hátra feladatot, ezt tessék figyelni. Milyen jó kis asztal. Legközebb ezen eszünk. Mit szólsz hozzá? Rendben.
Mani, hol járunk? Azt mondja, hogy Scutari. Scutari, még mindig ennyi lenne GTO-ig, és már 7 óra elmúlt. Hát a cél az, hogy ide feljutni. Most folyamatosan tudjuk nyomni körülbelül 9-ig. Hát az jól látszik, hogy a Scutari félsziget az idebe egészen, odáig nekünk nem kell menni, tehát szerintem csak körülbelül valahol oda a nyakig, csak akkor át. Ami jó hír, hogy ez a Camares Beach, ez majdnem egyenes, itt egészig. Nyilván megint van egy hegy, ezt meg kell kerülni, és akkor ide kell eljutnunk. Itt jól látszik, hogy itt jó pár kemping van, természetesen azt kihagyjuk, mert azt most éppen lehettük. És utána reggel meg már csak ennyi van GTO-ig, a továbbiakat pedig majd akkor holnap. Az a cél, hogy innen mindenképpen el kell jutnunk legalább idáig. Még egyszer mondom, 2 óránk van rá. Találtunk egy érdekességet. Egy épített valamit én ilyen barlangszájnak gondoltam. Most ehhez képest csurog valami. Ami ugye azért itt ritkaság, ennyire száraz helyen. Most jön az, hogy vajon leckírozzuk-e? Mit mondasz? Van mellé kíze? Nincs? Kóstolt megér. A hidegnek nem hideg az egyszer, biztos. Mérő nem jöhet, de szerintem ha mérő jönne, sem lenne hideg. Most lenne jó, ha jönne egy görög. Most csak egy kutya van ott szembe, ki szerintem támadásra éppen most készül föl. Itt a díszkíséret. Odébb gyerekek, odébb gyerekek. Viszálljon már. Van már a kis hurka is. Vigyázz innen! Ennyi dögöt! Hát van keringőzés, egyáltalán nem hiányzott, és ráadásul nem is találjuk az utunkat. Nagy nehezen megvan a eredeti terv. Kilométer órám ugyan nem mutatja, de táblát találtunk. 380, sőt most már inkább 8, tehát táborhelykeresés folyamatban. Mindenképpen jó lett volna a tengerparthoz közel maradni. Úgy tűnik, hogy viszonylag egyszerűen átűnünk a Scutari félszigeten. Itt már szerintem megvolt a nyak, bár még ott lesz egy kis pukli. De ami a lényeg, hogy alakulnak a táborhelyek. Itt akár már lehetne is. Már látszik is a Camaresből. Időben vagyunk, illetve nem vagyunk időben, mert 8 óra, de legalább irányba vagyunk. Jó, oxi. Levegő hőmérséklete egyébként TF. A sok naplementébe című televíziósunkat látják a kedves nézők. Még egy utolsó pillantás a Scutari öbölre. Megüttük a nap előkerült. Azért, mert kimásztuk a hegymagasságot. Nem tud lemenni. Hát életben, hogy semmit nem lehet itt úgy megúszni, hogy az ember ne szokta. Jó helyen vagyunk. Taigetosz milyen szépen látszik a naplementében. Ugye pont nyugat felé van tőlünk, úgyhogy nem, még ráadásul így hamarabb is fog lemenni. Mert beleakad. Addisztó legyek, hogyha mi leérünk a tengerhez, már pedig látszik a tenger, ott van. Nem fog sütni a nap. Mindegy. Most lemegyünk tengerszintre, ez tudkóra biztos. Aztán előttünk már látszik a Camares Beach, kilométeres partja, homokos partja, nyilván fürdés szempontból ez már nem játszik, viszont játszhat még táborhelyükben. Megint az a mindig, hogy 15%-ok kell lemenni, tehát nem tudjuk megküldeni, mert az úgyse alkalmas rá. Ott lenne a Watta Beach, tehát nem ez a főnyelv itt, hanem ami egyel odébb van, tehát itt még újabb szopás lesz. Még van egy terpi. Egy olyan, ennyi, 20%? Ja. Már pofáztatjuk a GPS-et is a telefonon, így de undorító hangja van annak a hátsó féknek. Hát, egész nap ez volt. Voltak jó mozzanatok, de ez egy erős nap volt, és még nincs vége. Volt egy kicsit rákapcsolnom az első fékkel is, bocsánat, hátsó fékkel is rásegítenem. Szóval, 2 pozitívum. Mindjárt csak bekapcsolgatom a váltó. Figyelj már, ez is karaván, mi?
Ezt mondtam neked, hogy ilyen. Ja, mert jó. Tökéletes táborhelyem, tudom figyelni, és csak itt a sövény mögött. Na ugye most van az, hogy csak mennünk kéne. Megmutatok egy potyázót. Hát igen, görögbe most semmiképpen nem szólnak ezekért. Más is kiszúrta ezt, Google Earth-ön ugye. Teljesen rendben van. Az jól látszik, hogy itt szoktak parkolni az autók, tehát nem ez van itt azért főszezonban. Egy hatalmas nagy hosszú tengerőből, Camarez Beach. Ott lesz majd mindjárt egy kis templomocska, amit benyúlik a öbölbe, és akkor utána még egyszer ennyi, tudomásom szerint, azt hiszem talán vagy 3 kilométer. Nap az már nagyon, de nagyon húsan leselkedik ránk. Szóval újra belekezdek két jó hír. Az egyik, ha már itt van Mészi, akkor megdicsérem. Szépen kezd belejönni. Várható volt azért idővel. Testalkat, a kondia megvan. A bringázást meg lehet sajátítani nyilván, főleg ilyen helyen mi. Yeah. És a másik pedig ugye, említsük meg a bringát, működik. Reméljük, hogy ezt a jó szokását megtartja továbbiakban is. Normál helyzetben egyébként már elvackolnánk. Mára ennyi elég volt. Csak az a probléma, hogy a hónapi nap vége az fix. Monemváziába kellene menni, és mivel ez Monemváziára van programozva, az még 90,7, ott a jobb felső sarokba tessék nézni. Mondjuk a hónapi nap az amúgy nagyon gyenge lenne, tehát látványvilágügyben, nagy valószínűséggel csak darálnánk, mint az állat egész nap. Lehet, hogy erről külön rész nem is lesz, majd vagy ezt hozzácsapom, vagy lehet, hogy azért majd még alakítok valamit, ezt ilyenkor még sose tudom. Na mindegy, mondjuk annyiban, hogy ahhoz viszont el kellett volna mennünk legalább Gideon túra, hogy odaérjünk. Nem érünk oda, akkor az nagyon nagy gáz, mert ott külön program van. Egy kis templom, Hagia Zógi, azt hiszem. Ez egy görög szintű műemlék. Már pontosan nem tudom miért, valamelyik proféta lakott itt vagy itt született, a fene tudja. Megint kutyabanda. Azt gondolom, hogy itt már nem lehet tovább menni, tehát ott fogunk fölmenni, vagy nem. Nem tudjuk. Ennyi volt a Camarez Beach, és akkor innentől ne öreg. Megint távolodunk a parttól, csak ugye egy baj van, hogy nullán vagyunk. Mindjárt nézek egy szintet, mi várható. Ja, hát igen. Valahogy előre tudtam. Kis műemlékhíd, megy át rajta egy út. Úgy döntöttek az aszfaltutat, azt elhozzák itt lent, mivel úgyse folyik itt semmi. Ezen a részen meg nézd már, milyen normál fű volt valamikor, most már egy picit kiszáradt. Mindjárt beszarok. Egyértelműen ez is ugye édesvízi befolyó. Úgyhogy táborhely szempontból tulajdonképpen nem rossz a környék. Akárhova be lehetne sunyogni. Vasárnap meg a görög biztos nem dolgozik. A másodpercig jöttünk a folyómederből, rögtön sziklatenger. Ugye ez a talaj? Hát ugye megbánjuk, hogy tovább jöttünk. Teljesen optimális volt a táv, és nem csak a tengerparton, hanem arra befelé is. Nagy baj az az, és szerintem most megint egyértelműen látszik, hogy ezek a félszigetek, ezek az utunknak keresztbe vannak. Tehát ott megint van egy, annak jöttünk át az előbb a nyakán. És az előtt megint, és ez körülbelül most már hogy 10-szer ismétlődik. Mindegyiken van körülbelül egy olyan 200-300 méter. Úgyhogy majd a végén mondom a szinteket, de szerintem simán összeszedtünk annyit, mint egy kiadósabb alpok túra napján. Azért itt mások a körülmények. A 30 fok meg egyéb minden más. Amúgy a beach az álompart. Szerintem ez jól látszik. Egészen végig. Háttérben körülözik az úti célunk, Maleas-félsziget. Holnapi nap. Úristen, micsoda távolság. Milyen rohadt messze van. Küzdünk, de sajnos valószínűleg az idő fog győzni. Nincs mit tenni. Most még egy jótékony kis hátszerecske is rázendített. Annyira nyomom, hogy a tököm elzsibbadt a fürdőgatyába. Na csak mondom, hogy mikor legelőször elzsibbadt így a tököm a nagy erőlködéstől, akkor ugye elsőre még nem is nagyon figyeltem rá erre. Nagyon emlékszem, 94-ben volt Szlovákiában iglói emelkedő. Megálltam ugyanígy, mint most. Oda nyúltam, és nem volt ott semmi. Hát az ideg rám jött, hogy akkor most mi lesz. Aztán persze javult a helyzet, mert ugye nyilván elülöm az eret, aztán ez van. Hosszú távon nem tudom, hogy mi lett volna vele. Meséltem így női ismerőseimnek, ők csak annyit mondtak, hát az előtt se volt ott semmi. Nyilván a betétes gatyák erre jók.
az se igazán minden időjárási körülmények között van rendben, például dögmeleg van, akkor pálik. Azért az üléstől is függ, például egy ilyen futónadrágban teker, de neki egy olyan ülése van, ami gyakorlatilag egy fotel. Tehát ez a variáció is működhet. Régen Montival én is így túráztam. Piatesben vagyunk, és egy minimális változás szerintem van. Én arra tippelek, hogy ez itt már a Grigoraki kastély. Igen, nem is ez, hanem az. Most lehet, hogy látszólag úgy tűnik, mintha ez így ugyanolyan monitorony lenne, mint az összes többi, de nem. Tehát ez egy vár, amit a frankok átépítettek. Igen. Várjál, mert itt a látnivaló. Amit a frankok átépítettek erőddé, és itt van hozzá a templom is. Néz ki, hogy van itt egy ilyen templomos díszkivilágítás, kicsikét amortizált formában. Próbálok egy-két fotót csinálni róla. Hát szerintem nem sok minden lesz. Akár még táborozni is lehetne, hogyha esetleg akarunk. Na hát nagyjából úgy ennyi. A belső udvarán is van valami. Mondjuk ahhoz képest, hogy hány darab ehhez hasonlót láttunk, amik normál mezi magánembereké voltak, ez elviekben egy különlegesség. Az látszik, hogy ez 800 éves. A többit, amit eddig láttunk, nem lehetett megtippelni, de azok nagyrészt ugye a 14. meg a 18. század között épültek, mármint a romosak, amiket ugye a Vatiában láttunk. Ez meg egyértelmű az 1200-as években, mert hogy a frankok építették, de már akkor állt itt egy, ők átépítették ezt. Na, hát még negyed óránk van körülbelül a naplementéig, úgyhogy menni kell, amúgy sem nagyon lehet, úgy látom, sehol bemenni, úgyhogy erről ennyit megnéztük. Újabb öböl a láthatáron, és újabb félsziget a láthatáron, és ami nekünk kell, az szerintem az a beach. Tehát nem ez, ami itt van, hanem ami egyel odébb. Na most nyilván oda már nem tudunk elmenni, viszont ha ott bemennénk, vagy akár itt lent is, akkor ott már valószínűleg elvackolunk. Az már jó lesz. Ez mondjuk egy ilyen soron kívüli beach, mondjuk úgy. Ez nem rém lett így, hogy ennek útba kell esni, de ha itt találunk valamit, akkor ez most befutó lesz. Még olyan szopás lehet, hogy nem megy le az út. A jó hír viszont az, hogy legalább megindult. Igen, és egész hosszú különben a beach. Mészére kúszunk a hátsó fék, hogy azt hittem, egy motor jön utána. Hát úgy látom, hogy ez rendben lesz. Ó, van itt luxus szálloda is. Ajj, úszómedencével! Mi a véleményed? Erről az oldalról már inkább olyan kórháznak néz ki, nem? Ja. Lehet, hogy eredetileg egyébként az is volt. Ami gond viszont nekünk, hogy szombat este van, és ezek bulizók voltak, szinte egészen biztos. Azoknál meg várható, hogy este majd mit tudom én, témfereknek ott a parton mennek esetleg kúrni, gangbang party, szájjelrel vagy szájjel nélkül. Vati Beach. Figyelj, már megjöttünk. Itt a Vati Beach. Ez volt az egy terv. Azt ideértünk. Ez csak azért baszki, mert itt 20 méterenként van kemping. Nem veszik nagyon jó néven, hogyha mi itt vagy kempingezni fogunk, ha ugyanazért fizethetünk is. Tehát úgy néz ki, hogy a terv megvan, ideértünk. Viszont muszáj most terepszemlét tartani, mert a kempingektől azért a békesség kedvére kellene távolodni. Ez itt mögöttünk van kemping, ott valószínűleg újra van kemping, hogy nyitva van-e, nem tudom. És akkor a végén van a luxus szálloda, és egy kalózzászlót is látok ott lengeni. Hát az az oldal meg, hát a fene tudja, szerintem ott is van egy kemping. Illetve megtettünk még azt, hogy esetleg itt a parton egészen oda leverjük a sátrat. Itt van még valami, kicsit benézünk. Hát, ide is beférnénk, de hát hülyék lennénk, jó ez. Hozom már a másik kamerát, és akkor nézzünk egy közelítést. Most nem igazán a videó felvétel miatt, bár be van kapcsolva, hanem amiatt, hogy ha ráközelítek oda, ott van az a zöld, meg mellette az a szürke susnyás, nézd csak. A kettő közé, ha bemennénk, akkor minden oldalról takarás lenne. Egyrészt ez a kempingesse látna, aki ugye itt van, meg szerintem ott, ahol világít a lámpa, szerintem azt se látna. Hát azt mondom, hogy szerintem ott, ahol világít a lámpa, ott van egy kemping, ott ki is vannak rakva dolgok. Nem azt mondom, itt a házal, itt.
Na, majd azt mindjárt megnézzük, és akkor még nézem végig arra, hogy ott is végig homokos partok vannak, igen, de oda már tolni kell, mert szerintem nincs út. Itt az út keresztül átmegy a nyakon, ez szinte biztos. Na jó, akkor ezen gondolkozunk. Tengerpart rendben van, jó a talaj, szél se annyira fúj, nem hullámzik a tenger annyira most. Mati volt ez. A szép. Tülökre zárva, ez egyértelmű. Stúdiókat lehet benne bérelni. Hát én most nem akarok lemezt felvenni, úgyhogy stúdiót nem bérlünk. Ezt a torkot, ezt a hangtudást, ezt kamatoztatni kéne. Óriási susnyás van. A tervünk nem állt össze. Ha csak itt keresztben nem, figyeled? Nincs lejárat. És ilyen jól látszott, hogy azért a parton voltak. Tehát valahogy be kell, hogy járjanak oda. Örök üzemelteti az öntöző rendszert. Krumpli. Mindjárt leszarok, de hát ugye itt kell, hogy legyen krumpli. Mi szoktunk enni. Nagy lakásokba visz az út, szerintem. Én azt láttam kiírva. Ez magántölet, ez egyértelmű, tehát nagyon lehetett látni. Is el lehetne pakolászni, de hát a part az a senkié, úgyhogy az a biztos. Bánom, hogy nem voltuk be ott azt a 100 métert, mert a végén még az lesz, hogy vissza kell menni. Ez magánterület, egyértelműen látszik. Itt kiront egy kutya, akkor meg még nem is pofázhatunk. Tehát ez egyértelmű, hogy ez mind az övék. Ott az álomtábor hely jobbra, kicsit bentebb, egy ilyen füves. Ajajaj! Mi volt ez? És kilazult, aha. Hú, már az ideg jött rám. Na mindegy, most már toljuk ki, azt majd megnézzük ott. A lényeg, hogy már legalább újra megvan a tenger. Barkácsolod a csomagtartót, addig én elmegyek, megnézem, amit terveztünk. Jó fekvésű kis ingatlanok. El tudnám képzelni mondjuk itt az életemet. Azért már nincs az Isten háta mögött. Itt van GTO, nem sokra. Ott. Bázol. Vissza. Ezek után már, hogy itt fel is figyeltek rá, mert a nő is kicsi volt, az elég gázos lenne, mert egyébként meg ez jó lenne ez a hely. A döggel nem szívesen állok le most hadakozni. Visszamegyek itt, úgy teszek, mint hogyha semmi nem lenne. Mintha nem is foglalkoznék vele, pedig egyébként foglalkozok, mert figyelem. A territóriuma azt védi. Mondom azért, hogy ekkora dögöt megköthetnének. Mások is járkálhatnak erre, mégis egy nyilvános beachről van szó. Ráadásul a harci szerszámon meg nincs is itt. Mondjuk ez ellen lehet, hogy nem is nagyon használnak. Végben nyugodtan felvetnénk bárhol, de takarást kerestem. Hát egyelőre nincs. Süllyed a homok, nem könnyű tekerni. Ajajajaj! Hát most jó a tiéd! Dilemmába kerültünk. Itt ugyanis. Visszafelé, itt van egy kocsma. Ülnek ott legalább, vagy mit tudom én, 30-at. Na most szombat este van, ezek részegen majd itt fognak visszafelé támolyogni. Tehát ha itt a nyílt telepen mi felverjük a sátrat, az nem lesz kellemes. Ezért muszáj mindenképpen egy picivel bentebb menni. Ott a kutya már elintézte a jó helyemet, és még lenne a legeslegvége, de ugye a szálloda is nyakig tele van. Láttuk a bulizó diszkópatkányokat, úgyhogy az se faszom. Ezért most az lesz, hogy itt láttam befelé menetben egy nagy zöld placot, de teljesen gyakorlatilag egy zöld alpesi mező volt. Nyilvánvalóan magántulajdon, ez szinte egészen biztos, valaki ott nyírja a füvet. Természetesen, hogy el is van kerítve, ide senki nem fog jönni. Ez egészen biztos, mert hogy le van nyírva, össze is van szedve. Abba kell reménykedni, hogy abból a házból éppen ne figyeljen senki. Ugyanis ott van egy rész, ami nincs lenyírva. Most ha be tudnánk menni mögé, akkor akár még jó is lehetne. Ó, most már nagyon szarad talaj. Hát életbe! És akkor azt mondtam volna, hogy ha paraszt majd úgy csinálom vasárnap, mert hogy görög. És ebben még akár lehetne is valami más, akkor viszont nem mondom, mert ez itt mellettünk, ez le van kerítve. Tehát ez valaki másé. Viszont átmegyünk, és abban a részben nincs belátás, akkor ez lefogja a sátrat. Ez szinte biztos. Igen, majd még körbenézünk, hogy biztosra kell menni. Erre az egyre nem készültünk, hogy mi van, ha magas lesz. Mert akár az is le. Egyelőre nem láttam egyébként sehol. Innen már jó lenne, mert ha itt felállítjuk a sátrat, hát esetleg onnan nagyon tetejéről, és csak reggel. Különben eszméletlen szar, de talán találnánk valahol egy olyan rész, ami jó. Itt megy az út, és végig látni.
Kifelé nem láttunk, de befelé biztos, hogy látnak. Itt a kemping, a második, és sőt, ott a harmadik. Amikor be ezek kempingbe akarunk menni, akkor sosincs egy se. Vagy ha van is, biztos mindegyik záró. Hát igen, ez teljesen nyílt, sajnos. Eljöttünk a partról, Olajligetben gondolkozunk, egy baj van, hogy nagyon, de nagyon szellős. Őbb láttunk egy susnyásabb részt. Nézd csak ezt az oldalt. És ez ráadásul meg sincs művelve. Figyeled? Benézzünk? Azért erősen sötétedik. Sokat nem lehet itt most már válogatni. Olajos buli lesz, ez most már szinte egészen biztos. És ez egy patakmeder. Ha csak itt jobbra nem. És rendben, csak legyen jó a talaj. Ez akármi jó is lehetne, de valami elképesztő, milyen ilyen pöcegő dőrszag van. Mint hogyha valamit leöntöttek volna ide, valamiféle hulladékot. Hát szennyvíz szagar. Szerintem ide kihortak valamit, valami szennyező anyagot. Csőd biztos. Pedig a tökéletes táborhely, de ez nagyon nem tetszik nekem, ez a bűz. Főleg, még ha valami komolyabb vegyi anyag, akkor is egy éjszaka alatt azért nem pusztulunk meg tőle, de nagyon facsarja az ólom. És hogy itt kint már nem érzem. Azt valaki ide bejött, valami szippantós, az kieresztette. Hülye hangzik, de ennyit még nem dilemmáztam egy olyan helyen, ahol csak jó táborhelyek vannak. Lehet, hogy picit túl is parázzuk a dolgot, hogy nagyon kilométerekre látni itt a fák alatt. Másik hely B-nek jó. Most megnézzük ezt. Ez egyértelműen magánterület, viszont itt egy kicsit sűrűbben vannak a fák, meg lentebb vannak az úthoz képest, tehát aki fent jön, az nem lát mélyebben be. De ide még besétálok. Villogót bekapcsoljuk, azért, hogyha mégiscsak jönnének. Lenézek ide. Ez vad egy picit, de egyértelmű, hogy ez viszont művelt. És a talaj is fontos, hogy milyen. Elkapálta teljesen. Az a baj, hogyha lehajolok, akkor nagyon messzire ellátnék a francba. Igen. Jövünk be a becegödvösbe. Talaj sajnos nem az igazi. Jobb hián ez marad. Majd mészivel megszagláztatom, mert dolgozott a borsot kembe. Hát, hogy tudja, milyen anyag ez. Beazazította a szagot, halljuk. Hát ez kecske szag. Méghozzá szerintem bakkecskenek a szag. Bakkecske szaga. Erre meg azt mondtam, hogy hát kit érdekel, hát most akkor mi van? Hát majd legyőzzük. Erre azt mondja, hogy az agresszív. Na hát akkor meg most identől hogyan? Remélem, nem akar velünk párzani. Gyorsan foglaljuk akkor össze a mai adagot. 62 kilométer lett a vége, és akkor nézzünk egy szintet, 1532, 62 kilométer, mint ha kibásztunk volna egy alpok hágót. Baszki. Vagy nem is egyet, hanem, hát, na csak azért mondom, hogy úgy mindenkit tegye helyre, hogy ez van, itt ez van. Mi újság, jó? Árnyára vágódok én is. Remélem, sajnos ferde, én csúszok erre. Itt meg van egy lyuk. Figyelj csak, fennem is, eleve rosszul is tettük le, ebbe az irányba kell. Igen. Zárjuk a filmet. Facebook idézettel, most kivételesen a végén. Ne csak az lásd, ami nincs, hanem azt is, ami van. Mani félsziget, második rész most letudva. Mani története legalább olyan kemény és egyenetlen, mint ez a talaj, ami itt látható. Mi most megpróbáltunk egy röpkikés képet adni erről a szürreális világról. Remélem, hogy mindenkinek meghoztuk a kedvét, vagy talán elvettük, nem tudom. Ezt mindenki döntse el saját maga. Még egy dolgot mondok. A különleges szagot beazosítottuk. Most direkt nem mondok semmit. A következő részig mindenki találgathat. Holnap reggel elárulom. Addig is viszlát. Jó éjszakát!